Szeretettel üdvözlök mindenkit a Final Fantasy 7 Rebirth című játék következő epizódjában. Gyorsan megyünk onnan tovább, ahol az imént abba hagytuk, ugyanis itt most éppen egy este alatt visszük végig ezt a kettő epizódot. A VOD nézők meg lehet, hogy nem egyben nézik majd meg. Ott jártunk, hogy kiérkeztünk ebből a város részből erre a területre, ahol szerintem nem túl sok minden lesz majd, de lehet, hogy megtaláljuk az elkövetőjét annak a lövöldözésnek, akit a izében láthattunk. Na most várjunk csak, nézd csak, itt van még egy kártyameccs, amit nem csináltunk meg, mert eddig nem volt elérhető, ugye? Ez itt Barretto faluja, ide vissza kell majd térnünk, de szerintem a fast travelt itt nem hiszem, hogy megengedik. Aha, jelenleg elérhetetlen a dolog. Jó, mert be vagyunk lokkolva, ugye? Egy karperec van rajtunk, lerobbantja a kezünket szerintem, hogyha újságosan húzzuk az időt. Legnagyobb királyság, nagyon örülök, itt lehetek, nagyon észletem, streamet. Hát persze, hát egyértelmű. Én is pont így vagyok vele, hogy én is csak a szünet miatt járok ide egyébként. Teljesen megértem, mert az itteni tartalmakat kit érdekel. Érted, Final Fantasy maxolás, hagyjuk már, hülyeség. Van egy csokobom. Néha volt egy csokobom, most itt úgy tűnik, hogy nincs. Átadom a YouTube-on visszanézőket, átadásom kísérni az utakon, hagyjatok magatokat eltéríteni. Ne hagyjátok magatokat, srácok, nem szabad hagyni. Hiába mondja az ógre, nem jól mondja. Legjobb rész a szünet, mert akkor nem saját tartalmak mennek, ugye? Hát persze, hát köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat. Mindig tudom, hogy bízhatok bennetek és számíthatok rátok a nehéz időkben, amikor az embernek kell egy kis emocionális support. Akkor ti már ott is vagytok, hogy megmondjátok, hogy jaj, jó szarul nyomod, de azért a szünetek királyak. Na menjünk már is. Szóval van egy kis fickónk, ez a karvaj, amelyik elvezet bennünket valahol. Szünetért járok ide, kevés van, sajnos, hát Istenem, Borsika. Hát, nagyon sajnálom ezt. Tehát lehet, hogy kellene egyszer egy inverse streamet csinálni, amikor... Szünet megy egész végig, és a szünetben megjátszunk. Szerintem felhírelem magam. Ez itt kifar? De nem azt beszéltük, hogy... Nem azt beszéltük, hogy nem Tifa fog velünk küzdeni, hanem... Na mindegy, ez furi. Adjunk Cloudónak egy ilyen tárgyat. És nem használtuk el? Nem, felhőcske használt el. Oké, bocsánat, nem értettem pontosan, hogy mi történt, de most már képben vagyok. Lehet a dive pickelés. Aztán minden itt, Tifa, miket rúg ez a csaj? Próbálunk védekezni. Eris csinál egy healing ability-t, ugye? Nem, mert neki nincs olyanja. Item használt felesleges. Bár Eris éppen használhatna egy aerót erre a madárra, instant megölve őt azzal, és közben Tifa pedig megpróbálhatna magára rakni egy csakrát, és akkor visszajönne valamennyi HP-ja. Így is van, gondoltam, hogy ez lesz. A madaraknak általában az aeró az ellenszere. Szia, Sarumun, mi a helyzet, hogy vagy? Mindent át akarunk itt nézni, nem hagyunk ki semmit sem. Szóval igen, a szünetben utána olvastam ennek a késztő alagút szindrómának, és több mint valószínű, hogy ezt kellene tennem, hogy nem kellene elsiklanom e felett, mert utána az következik, hogy elcsorvadnak az alkarizmok, meg hogy az ujjad lehet, hogy nem fogod tudni úgy mozgatni, már pedig nekem a stream miatt nagyon is erősen mozgatnom kell az ujjaimat. Ezek... Slaktrotok! El tudod találni? Nem. Még jól kitértem onnan. Nem hiszed el, de nem találjuk el őket. Elúzív kis szarok vagytok. Most visszamegy ide? Aha. Jó, de így most el tudtuk azért intézni. Ez a fleeing, ez furcsa volt. Túl messzire ment a lény. Nem csak a streamelés miatt jól tudod mozgatni az ujjaidat. Na szép! Hát igen, ebben igazad van, az ortúrás skill maxra feltápolása miatt sem lenne annyira szar.
Úgyhogy lehet, hogy ki kell találnom erre valamit, hogy a kezemet egy kicsit pihentetőlegesen csináljak valamit. Itt mi van? Combat assignment? Stagorol nem kell. És ne idő alatt megölni őket, nem szabad stunolni. Jó. Amint, hogy nem szabad, hogy én stunolva legyek. Nézzük meg, hogy milyen madarak ezek. Tűzre gyengék, érdekes. És Tifának van olyan, ami... Á, nem, most nem nézhetjük ezt meg. Na mindegy. Nincs neki tűze, nem. A dive kickje az van. Erisnek biztos, hogy van tűze, ugye? Neki sincs. Megmaradunk felhőskénél. Remélem, hogy nem stunolnak be, mehet már is a tűz használat. De hogyan tudnám pressurizálni? Talán ez, ugye? Amelyik ott van. Kezd kevés lenni az idő. Melyik van pressure? Ő van pressure, mehet. Ugye nem halt meg még. Staggert be kell vinnünk. Szerintem ez el fogja intézni, úgyhogy a tüzet úgy használjuk el, hogy arra. Megvan a stagger. Most már csak el kell őket verni. Azaz. Ez így meg is van, kimaxoltuk. Köszönöm szépen Rastamannak a Prime-os előfizetését, nagyon hálás vagyok a támogatásodért, köszönöm szépen. Mi a helyzet, hogy vagy? Köszönöm, küldöm a cicákat. Ez nem semmi munka volt, felhőcske. Csatából jövő adatokat felhasználva. Egy új trial-t találtam ki neked a szimulátorban. Mindenféleképpen próbáld majd ki, azt mondja. Ez igen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. És akkor most bejöttünk erre a helyre, ahova el volt dugva nekünk ez a cuccendária, amit mindenképpen teljesíteni kell. Érdekes, hogy ládát viszont nem hagytak itt fent. Amíg nem volt ennyi PS játék megjelenés, addig nem volt probléma a kezemnek. Mondjuk igaz, hogy Helldivers sem volt, ugye? Tehát lehet, hogy még az is rátesz valamennyire. Valamit ki kell húznom az egyenletből, bizonyos, hogy valahogy pihentetnem kell a karomat. Szerintem azt fogom csinálni, hogy éjszakára is viselni fogom a stabilizálót, tudod, ami a csuklódat egyenesben tartja, hogy egy kicsit hátha olyankor nem merevedik meg annyira állítólag, vagy nem húzódik annyira össze az inhibely. Az egy első lépésnek jó lenne. Köszte kéne olyan játék, amiben nem kell annyi nyomkodni annyi gombot. Hű, lehet, hogy csinálunk ilyen FMV játékokat, tudod, ami igazából film, de döntésekkel lehet, tehát így befolyásolni. Ez nem jó, mondja. Nem, egyáltalán nem jó. A fenébe? Erre mondja Barretto. Szevasz. Mozgás. Nyomkodni kellett azt is amúgy. Belekezdeni egy Walking Dead teltélbe? De ezt mindenki utálná, nem? Ó, most... Hetekig ropogni fog a homok a fogaim között, mondja. Hál' Istennek, hogy rád találtunk, már annyira aggódtunk. Kérdezett? De mit csináltok itt kint amúgy?
Megkeressük azt, aki szétlőtte a Colosseum lobbyát. Azt mondták, hogy az elkövetőnek egy puska van a keze helyén. Hát igen, az mondjuk gyanús. Azt mondták, mi? Mondta, hogy nem te voltál. Hát lehettem is volna őszintén. Barrett, beszélj hozzánk. Ismerem a férfit, aki meggyilkolta azokat az embereket. Dine. A legjobb barátom. 4 évvel ezelőtt történt a Coal reaktor. Akkor robbant fel. Dine-nel oda mentünk megnézni, mi történt. De a visszafelé úton... Ennek semmi értelme nincs, Barretto. Az egész hegyet fel kellett volna robbantania ennek a reaktornak, akkor hol van a Shinra? Hát ez egy rohadt jó kérdés, mondja erre Barretto. Vissza kell gyújtsunk, megmondani, hogy mit találtunk. Hajjaj. A reaktor robbanása felgyújtotta az egész falujukat. Kevesebbet kéne pörgetni, igaz? Barrett, Dine! Ez a polgármester! Shinra volt. Megjelentek és elkezdtek lövöldözni. Próbálják valami fedősztorival ellátni, mi történt a reaktornál. Ránk kenni az egészet. Barrettónak itt még megvolt a karja. Tényleg, ne hagyd nekik. Itt ne adjon. Ez nem történhet meg. Falu, Marlin és Eleanor. Még ott lehetnek. Elfelejtettem, hogy Barrett hol vesztette el a kezét. Készen állsz, mire? Gyorsan dobnád be még mindig a törölközőt. Mi, na gyerünk? Itt még megvan a keze. Kában lőtték. Nem lehet, hogy most el fogja lőni a kezét. Hát nekem kell megtennem mindent, kérdezi Scarlett. Szóval, hogy a kellemetlenségnek számítunk, mert a Shinrának ugye van egy olyan hírneve, hogy ők biztosan kézben tartják ezeket a reaktorokat. Milyen bátor, igazán. És addig levi a karját, amíg le nem szakad. Ezt a mocskot. Ezt a szarházit. Mari. Ez igen. Most megtudtuk, hogy hogy vesztette el a kezét. Szarrá lőtték konkrétan. Nem emlékszem, hogy elmesélte volna. Marlin. Szóval Marlin... Valahogy kijutottam onnan, de nagyon véreztem. Gondoltam, hogy ennyi volt. Míg Doc Shiren arra nem járt és megmentett, összefércelt. Ezek szerint Eleanor és Marlin az nem is... Tehát, hogy a... Dine volt a Marlin, a gyerek. Nem lehetett megmenteni a karomat, úgyhogy döntést hoztam. Normális protézis helyett inkább egy ilyet választottam. Gondolom, hogy Dine-nak is ugyanez volt akkor az ötlete. Gondolom, igen. Meggyőztem magam a tényről, hogy meghalt, de hogyha tudtam volna, hogy életben maradt. Szóval... Dine ezért lőtt le mindenkit, hogy visszavágjon a Shinrának, nem tudom.
Láttam a szószörben a testeket, a lyukakat a falakon, de ez nem az a Dine. Akármilyen hibái is vannak, ő nem egy szörnyeteg. Ha megtalálhatnám, ha beszélhetnék vele, tudom, hogy meg tudjuk ezt oldani. Akkor mire várunk? Kérdezi Yuffie. Hogyan szoktak kitörölni kaki után a fenekét? Van benne egy beépített Towel and Watering System. Ez a neve. T-O-V-S. Így rövidítik. Towels. És azzal a Towels-zal lehet... hát ilyen kis nedves dörzsi papírként. Tudod. Adagoló is van benne. Nézzük már is, erre kell tovább mennünk. Viszont a területnek a hátsó része nyitva maradt. Ezt meg akarom nézni még itt, hogy mi történhet. Ha erre jönnék inkább. Ott van valami nagy állat. Aha, ez az. Miért? Hát komolyan. Mi, most szerintetek én hazudni járok a Teach világába? Mekkora állat az. Betyárkörte? Hát, mi a kérdésed a betyárkörtékkel kapcsolatban? Ha engedélyt kérsz, hogy beleharaphass, hát nyugodtan. Gyönyörű! Megjön a Staggered System. Barretto is ott van újra a csapatban. Egy fókuszált lövést fog leadni. Claudio pedig megnyomja a statikus sokkot. Ott is van. Milyen ronda állat volt ez? Azt a mindenségét. De ez csak ennyi? Semmi extrát nem kellett vele csinálni, csak ide jössz, elvered és mész tovább. Most vettem észre, hogy egy macska van mellettünk. De hogy szalad, nézd? Nézd, hogy szalad. Ez igen. Nagyon bírom. Nagyon kedvelem ezt a macskát. Eddig nem láttam, hogy itt fut mellettem konkrétan. Most akkor átnéztük minden? Aha. Majdnem. Még ahová éppen megyünk meg balrább. Oda még el kell. Híres csimmás. Kemény csimmázások. Lehet, hogy felmászhatunk ide. Ott is van egy kimérő állat. Hát, amúgy az is lehet, hogy nincs semmi értelme a világ ezen részén felfedezgetni. Hú, ez kettő darab. Jó, de kell nekünk ez a kettő? Itt le van esve egy cső, ide pedig a városból juthatnánk át, ugye, hogyha ide fast-travelöznénk. Ami jelenleg elérhetetlen, mert ugye mennünk kell tovább a srácot megtalálni. Nem baj, menjünk tovább a sztorin. És elindulok balra felfedezni. Nektek könnyebb nézetek, mert ti csak nézitek. Én meg beszélek, meg titeket is figyellek, meg ellenőrzem, hogy minden rendben van. Néha ránézek, hogy működik-e még a stream. Hát nektek ott könnyű, hát ti csak hátradöltök telefonnal a kézben, közben mehet az MSN Messenger, meg a IVIV. Ide be lehet menni? Hoppá! Innen jöttünk volna ki? Aha, megtaláltuk a befelé vezető utat, bocsánat. Itt jöttünk ki, és akkor itt volt a madár fenn, aha. És jobbra nem fedeztünk fel semmit még. Májvipezni is lehet, igen. Na hát ezért mondom, hogy hát azért más, amikor az ember nézőként elnyúlik a kanapén, békésen betakarózik, szépen lassan elhallgat. Ez mi itt, ami itt van? Egy madárkalitka. Több is van belőle. Gyanús helyszín, hogy itt majd kell valamit csinálni. De ezek szerint nem most van még ennek az ideje. Elverhetnénk ezt a madarat, csak nem tudom, értelme van-e. Azt
leteremtettem azonnal. Elvis nem tudna egy csapat healinget lenyomni? Nem, sajna nem tud. Pedig most nagyon jól jött volna. Te éppen Eevee vezel? Szerintem azt már leállították nagyon-nagyon régen. Thunder Passhez ott mehetsz által. Jó, mehetünk. Csokobó nagyon sokat segítene, hogyha itt lenne még, de nincs. És abba a barlangba kell szerintem bemennünk, vagy lehet, hogy erre a Prisoner felé. És azt mondták, hogy megkötözve tartják. Ugye, Gász ezt mondta. Hogy kaphatnák el? Vagy rajta semmi nem üt keresztül? Azért érdekes, hogy a Vidám Park alatti terület, az konkrétan ez. Egy hihetlen pusztaság, egy hihetetlen sivatag. És jó felé megyek, igen. Milyen kis autók vannak itt? Ez olyan Angela Lee, tudod, melyikre gondolok. A kis, mi a neve? Beatles? Vagy Beagle? Na, valamelyik a kettő közül. Micsoda? Fake taxi, csak nem. Hát itt nem mész be amúgy. Jobb kéz felé. A másik oldal lesz az. Ott, ahol a láda is van talán. De oda át lehet menni, bogár. Jól látom. Aha, oda egy másik út kell, hogy bevezessen innen. Nem. Jól megszivattak, hogy beengedtek oda, hogy megnézhessük, hogy egy másik irányba kellett volna menni. Mondjuk, hogyha raktak volna oda valami lootot, vagy ládát, vagy ilyesmit. Ez hasznos lett volna. Micsoda, egy Vulcan Cannon. És a beírod az ívet, az Origo jön ki rá, nem semmi. Nem lehet, hogy ők vásárolták meg? Equipment, Barretto. Annak kellene ez a blaster kifullozás, ugye? Ez még nem történt meg, utána mehet a Vulcan Cannon. Azt mondja, hogy rászállt az elemire, felküldi az égbe egy brutális lövéssel. Ez régen benne volt ez a képesség, szerintem Barettóban. Tök jó volt, hogy a cutscene alatt is ez a fegyver volt látható. Nem mondjuk ez, vagy ez ugye az alapfegyver. Ezek tök jó ki vannak találva. Aha, és ennek a magic attack-ja lesz majd akkor nagyobb. Az overcharge gauge-et kell feltápolni, hogy megjelenjen. Használd a te HP-dat, hogy segíts az elájadon. Ezt most meg lehet csinálni Barettóval? Nem, ilyenkor nem. Majd itt most mindjárt. Többiek védekeznek. Most kellene használnom azt, hogy... Life Saver. Szerintem ez az. De milyen mocsok nagyot vertem megint. És ha védekezel, akkor is ugyanúgy rá fog sebezni. Felhőcske level 31-re lépett át. Protection, Cure. Saját HP-t kell használnod, de hogyan? Pedig ez a Lifesaver kell, hogy az legyen. Aha, és megérkezik a Weapon Ability Mastering. Na, megvolt, erre kellett rámenni, úgyhogy mehet a fókuszált lövés és a befejezés ennek a harcnak, azaz. És akkor most lehet odaadni neki a Vulcan Cannont. Jó, eddig ezt nem tudtuk, de itt van az idő a váltásra. Barretto mostantól kezdve ezt a képességet örökre megszerezte, és a fegyverek közül ez kerül át rá, innentől pedig új darab bigyulákat rakunk bele. Az overcharge-nek a damage-ét 15%-kal megtápolhatnánk. Weapon Ability-ből ATB gauge jobban telik. Synergia Skill, Ability Damage, MP max 3-200, Attack Damage 5%, mindenképpen kell.
Ő elég tankos alapvetően, úgyhogy inkább válasszuk ki azt, hogy overcharge damage és az alap damage összességében akkor az overcharge 20%-kal többet fog verni. Jó. Healing matérián fejlődött. Itt van egy pad valahol, hogyha jól láttam, úgyhogy nem használunk healinget. Bocsánat. Biztos, hogy itt van. Igen, biztos. Mi az a hason, paci? Sajnálom, de ezt egyedül kell megtennem. De mire? Nem értem, Kata. Party selection, oké, okay, és most megyünk Barrettóval, miután feltöltöttünk mindenkinek mindenét. Az új fegyver, az akkor fog táplódni, hogyha feltoppoljuk az overcharge gauge-ünket. Az nem lehetetlen feladvány. Tök jó, hogy adtak itt egy új fegyvert is hozzá. Itt úgy látom, hogy el lehet menni, de nem biztos, hogy megéri végigmenni ezen az irányon. Mert hogy elkerüljük ugye most ezzel pont. Ezt egy ilyen labirintusnak csinálták meg szándékosan, ami nem rewarding, hogyha végigmész, tehát hogy csak szivatod magad vele. Képesség előzőben volt, felvágás, nem tudom mi volt a neve. Gondolom uppercut vagy valami ilyesmi, nem? Ó, itt vannak olcsón tárgyak. Egy jó kis éter. És egy dildó. Igen, igen, mehetünk. Köszönjük szépen, viszlát. Skill pontokat majd el kell költeni, mert már nagyon régóta nem használtunk semmi ilyesmit. A régi barátok küldetés. Dain, te vagy az. Ismerlek téged. Dain! Matro! Ima taszkide jöjjön! Tartsi, kimentelek innen. Vagy kimentlek, nem tudom. Barretto zseneka. Ahogy én élek és lélegzem, Barretto, Velesz. Nanda, omae mo Eleanor no tanjoubi o iwai ni kite kureta no ka? Áldás a szívedre, hogy beugrottál Eleanor születésnapjára. Oh, Eleanor, Mari. Barretto ga ai ni. Marlin, teríts meg Barrettnek is. Soda, genki sou da. Megőrült, nem tudja elengedni a múltat. Olyan fit, mint egy hegedű. Nincs vele. Oh, Barretto. Hol van Mirna? Itt kellene lennie. Dain, mi történt veled? És végig gondolom. Nem vagy túl kedves, hogy üres kézzel jöttél? És ott a fegyver, igen, a bal keze helyén. Nem semmi. Hát erről csak a sínra tehet, hogy ennek a kettőnek ágyuk vannak a kezeik helyén. Az ő fajtája mi a szart keres itt? Te kurafi. Te még mindig sínra pénzéből élsz. Nem, nem erről van szó, haver. Dain, hagyd abba! Te akkor gyerünk, tedd meg! Kérlek, azért jöttem, hogy segítsek. Azért jöttél, hogy segíts nekem? Kurek, szakra! Mosire, kotyúzsanék a bárettát! Egy kicsit
ledobd a terhet a vállaidról. Jön az a régi baromság. Azt mondta, hogy ne menjünk közelebb. Ez köztünk zajlik és senki más között, vagy valami ilyesmi. Ez a mi dolgunk, magyarán szólva. Csak te meg én, hát akkor. Itt és most. Ez komoly. Ó, abban nem kellett volna belenéznem. Igen, paralizált. Ez sem szarja ezt a lövést. Na ez viszont igen kemény, ez nagyon erős. Azt hiszem, hogy Barettónak adtam healing spellt, ugye? Igen. Csak nem felemelt szintű, de nem baj, jó az. Kapja. Legjobb barátok együtt újra, hát nem gyönyörű. Emlékszem, amikor a patkány probléma volt, hogy csapdákat állítottunk. Régi szokások nehezen halnak ki. Ez majdnem jó volt, ez a képesség, de... Ez baj. Itt maradunk és felhíleljük magunkat. Hát ez majdnem jól sikerült. Ez baj. Megint megcsinálja. Ez szarsz. Össze tudja zúzni az akadályokat? Eddig jó. Ez húzza azt is. Nem lett volna baj, hogyha ezt sem talál be. Lehet a gyógyítás. Azt hogy csinálta? Átlőtt az akadályon. Mehet a pressure. Firebombot használ, akkor ki kellene térni előre. Most kell használnom a Max Fury-t, próbáljuk ki. Jó, oda kell figyelnünk, ez egy puzzle fight. Ezt felrobbantottuk. Mehet a Max Fury megint. Ez hogy lehet? Most nem szállt fel. Nem szállt fel, láttad? Felesége meg a lánya. Nem emlékszem, mondja. Az baj. Az baj. Mi a szar az? Ez... Meg tudod csinálni, még meg lehet menteni. Wow. Oké. Azon a fel kell, hogy híleljük magunkat. Kicsit másfele mennek most a paralizálók.
Phantom Ray. Akármi is lesz, húzunk el onnan. Wow. Ha megjött a Limit Break, nagyon jó. Ez a kivégző mozdulat? Hát, hogy a karját kellene bántanom? Minden esetre elhíleljük magad, az elsődleges. Itt fogunk megmaradni, ez az. Ez nem tudom, mi ez a Hidden Barb. Az baj. Sokat is sebzett ráadásul. Ne! Ne már! Nagyon item használatra van szükségünk. Mix High Potion mehet. Kell az MP vissza. Mi van? Na ez mi volt? Ez mi a fene volt? Nem engedte sem a healt, sem az item használatot. Mind a kettőt megszakította. Hát jó, akkor még egyszer. Elnézést kérek. Vajon ezt meg lehet csinálni Hitlessben? Nézd, de sem szarja. Én viszont kaptam azért bele rendesen. Jézusom. És ezt nem lehetett testsel elkerülni. Vannak azért itt kisebb csalások, úgy érzékelem. Steelsként használnom kell. Jó volt a védés. Ezt nem lehetett elnyomni. Ez kellemetlen, hogyha nem tudod elnyomni. De nem baj, haladunk. És beszippant, aha. Jól van, jól van. Overcharging, gyerünk. Nem sikerült. Vissza lő, Barretto. Hát beszippant, ha nem, a, nem az a tűz, akkor ez a másik. Minden. Mi történne, ha fókuszált lövést adnék le rá? Ez lehet, hogy jobb.
Bár nem tudom, hogy a Max Fury, vagy az összeadódott annak damage-el, vagy ez. Az a jobb esetleg. Háromszöggel sem lehet, nem? Most, hogyha használnék egy fókuszált lövést, akkor a kezeire tudok. Hát nem tudom, hogy azt eltaláltam, mert... Ez szar volt. Ez volt a kitérős, igen. Igen. Nagyon jó. Lehetnek a karjai. Megőrizzük szerintem a... Egy darab ATV-t mindenképpen. Szép volt. És hogyha bónusz roundot nyom még. Nem vagyok benne biztos, hogy ez volt a legjobb dolog, amit tehetnék. Annihilation Beam. És hogyha használnék egy Max Fury-t most. Szép, ügyesen csinálta. És hogyha erre a kezére fókuszálva lőnék, nem jó. Most kell ügyesen kitérgetni. Igen, mehetnek a lövések. Szerintem megvannak a karjai, hát legalábbis jó néhány megvolt egy ideig. Aha, és ezzel lehet pressure alá tenni. Megvan a stagger is. Lehet a limit breaker pont most, nagyon jó lesz. Őrületes csapás. És most kell egy fókuszált lövés gyorsan. Vége. Kicsit ki kellett tapasztalni, hogy hogy működik, utána már könnyebb volt, de... Azért rendesen feladta a leckét level 30 barettónak a dinamikus nehézség. Folytasd csak, mondja. Nem, Dain, már vége van. Szerinted vége van? Közel sincs a végéhez. Akkor fejezd be, öld meg. Többé már amúgy sem élhetek így többé. Ezt már mondtam, hogy többé. Maradjatok ott. Kedvelnéd mi? Kiutat. Azt hittem, hogy segíteni akarsz a régi haverodnak. Micsoda, nincsenek bölcs szavaid? Gyáva. Amikor kicsit keményé válik a helyzet, le is lép azonnal. Igazad van, mindennel kapcsolatban igazad van.
Mondja neki Barretto. Soha nem lett volna szabad hinnem nekik, de az a pénz. Azt gondoltam, hogy megváltoztatja az életünket. Hát az biztos, hogy jól megváltoztatta. Tudod, hallom őt most. Eleanor. Tisztán, mint a nap. Könyörög nekem, hogy álljak le. Azt mondja, hogy nem tettél semmit, de hát akkor ki fog válaszolni azért, ami történt. Tudom, a sínra, mindig a sínra. Baj van velem. Annyira tett elvettem, csak hogy betöltsem a lyukat a szívemben. Az ürességet, amit ők hátrahagytak. Újra akarom őket látni, és tudom, hogy mit kell tennem, de nem lehet. Nem megy. Eleanor és Marlin várnak rám, de... nem tudom rávenni magam, hogy csatlakozzam hozzájuk. Marlin életben van. Most lett 4 éves. Midgárban van. Oda nézzenek. Anyukája szemét örökölte, és a haját is. Azok után, ami történt, nem tudtam, hogy mit kellene tennem. Mira meghalt. Azt gondoltam, hogy te is. Csak a bűn... mondjad már. Hát lelki ismeret furdalása volt, tudod, bánat, meg ilyesmi, hogy megbánta a dolgokat, meg bűnösnek érezte magát. És ennek a súlya túl sok volt. De Marlin adott nekem erőt, hogy folytassam. Majdnem meghalt ő is azon a napon. Amikor hallottam, hogy sír, éppen le akart omlani az egész ház. És azóta... ő minden okom, hogy felkeljek reggelente. Elvetett tőlem a lányomat. Tudtad, hogy a világot jelenti nekem, tudtad, és mégis elvetted tőlem. Ez nem igaz. Mindent elvettél tőlem, és mindenkit is. Dine, elmehetünk azonnal Marlint, meglátogathatjuk. Hát láthatjuk őt. Nézd rám, Barretto! Szerinted akarnál látni Marlin, hogy az apja mivé változott? Hagyd abba! Ennyi Isten verte vérrel a kezeimen! Hogyan tarthatnám a karjaimban újra a lányomat? Azt hittem, hogy meg fog halni amúgy. Bár még lehet, hogy meg fog.
milyen rövidre zárták az ő történetét, azt hittem, hogy hosszabb lesz. Bár akkor lehet, hogy túl sok lenne a karakter már hirtelen. Dari! Szomorú, mert amúgy biztos érdekes lett volna ő is, hogyha... Ezt a bűntudatot neked kell viselned, annak súlyát. Mert nem biztos, hogy neked kell, hanem hogy te viseled. Hiányoztál, mondja. De nem Barettónak, hanem a látomásának a feleségéről. Szerencsétlen. Baretto! Claude, mi te? Nézzétek! Ho-ho-ho! Az jó lesz. Az biztos, hogy kedvünkre való lesz, ha az leszáll. Igazából nem száll le, hanem ott marad látszólag. És a többiek emiatt jöttek be ide a Zsák utcába, értem már. Itt az ideje leülni, hogy mindenki összeszedje magát, még mielőtt bármi történne. Szép volt ez a jelenet, nagyon-nagyon szépen volt megcsinálva. Gyönyörű, iszonyatos, mesteri. Animáció volt ez. Rendkívül, tényleg. Ja, most meg kell állítani. Jó, oké, bocsánat. Szóval Barettó most nem segít. És azt hittem, hogy a, az a gáz nevű fickó csak szórakozik velünk. Hagyjuk, hogy az igazgató beleavatkozzon ebbe. Miért? Meg akartod állítani? És minden csapatot visszavon. Érezd jól magad odalent, boss ember. Főnök ember. Így hívtam mindig a főnökömet. És tényleg itt van Palmer? Hesszarsz! Ez igen! Na ezt most nagyon megölöm, ezt már nagyon-nagyon vártam. Én vagyok az igazgató és tiszteletet fogtok mutatni. Tudod mit fogok én mutatni neked, a nagy-nagy péniszem kisbarátom? Jó Isten, majd minden szögből megnézheted, akár be is. Na várjál! Mindjárt nyomjuk neki. Ezt a csicskát de jó lesz megölni. Istenem, de régóta vártam erre a pillanatra. Nézzük! A Lightning ellen gyenge. Fel fog borulni, hogyha limit attack vagy szinergia történik. A kokpitot kell be ilyenkor verni ilyenkor. Szignifikáns damagéért. Azt mondja, hogy several powerful offensive abilities power responding crash-sal. Jó, mert! Nem találtam el. Ez kellemetlen érint. Időbomba. Elisznek elkezdjük tölteni fölfelé a... Mit csinál? Ez szararcú. Ez szararcú. Elisz, mutasd a lightningodat. Cunder. Cundara. Persze, azonnal mehet. Ott a weakness. Ez egy stunné volt. Időbombát csinál, mert a statikus sok. Még egyszer. Kelj fel, gyerünk a kokpitre. Nem éri el, nem tudja elérni. Van-e nekem? Nincs. Synergia abilities. Divine Punishment kellene majd. Eris Magic-ével nagy területre limit level increase mehet. Jó. Ha most kellene megnyomd azt a gombot, de nem tudom, hogy mit csinál szépen. Istenem, Eris is.
Most kellene bele dive kickelni. És próbáljuk azt, hogy szép volt. Egy csapat healinget szeretnék. Kinyitja megint? Ezt leszárjuk, hogy ki van nyitva. Nekünk csak a csapat healing kell most. Megérkezik a lehetőség, nagyon jó. És most mehet. Benyomta. Azt hiszem megvan. Igen. Megkaptuk a csapat healt, mehet a statikus sok újra. És még egyszer. És még egyszer. Ott is van. Tifának most kellene használnia egy dive kicket oda valahogyan. De hát ez nem szignifikáns damage, ez low penis volt, kisbarátom. Tényleg nyomja a breakdance, gyerünk, mert a static shock újra. Tifa szépen védett amúgy. Ez szép. Ez tetszett neki. Megvan a pressure. Ilyenkor kell megnyomni. Még egyszer. Két életű lézer. Meg a seggem. Statikus sok kisbarátom. Ott is van. Megvan a stagger végre. És meg is van a limit breaking ability, mert... Lehet a dive kick. Eris. Neked kell a csapat hírt benyomnod. 2000-re csevesztünk rá, rendkívül nagy volt a damage-ra. Azonnal fel kell healenünk az egész teamet. Remélem kiment az a healing amúgy. Junction override. Ja, fel lesz ebből. Nem használja? Erisnek kiment a... Ne már! Ifának van lehetősége behívni a... Nem? Nem ment ki a healingben, megszakított egy animáció. Hát hivatalosan nem lett volna szabad megtörténnie. Felhőcskének fel kell healelnie magát. Jól láttam, hogy megint megszakította a healt. Leszarsz ezen. Nem hiszed el egyszerűen. Summon? Shiva? Nem jó. Nem. Phoenix kellett volna. Szia Lifi, jó pihenést. Köszi szépen, jó pihit neked. Ciao. Gyerünk. Most. Ray. Kiment a healing. Ifának van a healing képessége. Mindegy, a summonnek be kell, hogy jöjjön. Chocobo és Moogle? Nem, Chocobo és Moogle-en nem megyek semmire. Inkább akkor iszok egy megapot itt felhővel. Mindig jobban járunk ezzel. Ezerkétszázat sebez. Akkor bejön. Nem a Chocobo. Ja Istenem, rossz gombot nyomtam a francba. Mindegy, most már ez jött. Summon abilities. Moogle Blast. Chocobo kick. Moogle Blast mehet. A bal lábára. Felhőcske használjon. Synergia ability. Limit level increase. Erisnek nagyon kell az extra healing, úgyhogy menjem. Jobb lábra. Nagyon szép. Ezzel el is használtuk lehetőségeinket, a limit és a szinergia képességeket illetően. Gyönyörű volt ez a támadás. Nem szabad ezt elfelejtenem soha, hogy ezt használjam.
Erisnek mindjárt megérkezik a képessége. Ifa kellene, hogy használjon Summonability Chocobo Kicket oda a jobb lábára. Felhőcske pedig fel kell, hogy gyógyítsa saját magát. Jó. Erisnek megérkezik a Limit Break, ha jól láttam. Healing Wind. Nullifyolja a physical damage-et? Nem, Healing Wind kell. Azaz, megérkezik, nagyon szép. Megjött az a max healing. Statikus sok mert. Ifa használjon egy Summon Ability Chocobo Kicket arra a jobb lábra. Ez rohadtul nem jött össze, amit most akartam, emiatt healelnem kell. Most jön a lézer. Próbáljunk egy dive kicket oda nyomni. Nagyon szép. Ifa mekkora táp amúgy. Megérkezik. Chocobo megy haza. Nem rossz, de ez nagyobb damage is lehetett volna, jóval nagyobb. Megérkezik a Stagger. Felhőcskének kell lenyomnia. Limit Breaking Ability-t. Szinergizálni nem tud, még nem. De majd tud egy statikus sokat beletenni abban a jobb lábban. Erisnek meghagyjuk a party healingét. Menjen egy triple slash. Braver, jó lesz. Miért nem jön meg a limit break pont akkor, amikor nagyon kellene a francba? Dedication Ray, azt mindenképpen el kell kerüljük. Nagyon jó, kár, hogy majdnem mindenki benyelt mindent is. Erisnek mindjárt megjön a Prey. Oké, meg volt a kitérés, mert a Prey. Többiek nyomják. Felhőcske. Most nyomja meg a statikus sokkot oda. Kijött a csapat? Heal. Ez kijött, igen. Elkapott? El. Ifa nyomja meg a dive kicket arra a jobb lábra. Felhőcske limit break elérhető. Szinergia képesség, Divine Punishment. Az jó lesz, a limit level increase. Nagyon jó a jobb lábra, bal lábra. Oda néz, hogy kapja? Hogy kapja? Micsoda, bal láb is megvan. Felhőcske azonnal ki kell tolja a limitjét oda bele. Szignifikáns stagger, az jó lesz. Jó. Ifa. Dive kick mert. Jaj, nagyon gyönyörű, nagyon-nagyon szép. Ott a pressure, ott van a dive kick, és itt a vége is mindjárt. Felhőnek most kell statikus sokat nyomni, és ezt csinálja kétszer, és ezzel vége is van szerintem. Még egy utolsó. Még mindig nyomják? Beszarsz azon a képességén. Ott a vége. Parti szintje 6-osra emelkedett. De meghalt ez a rohadék? Mondd, hogy meghalt. Ne hagyjuk ott, győződjünk meg róla, hogy meg van halva, ne szórakozz, ne csináld. Most el fogják menekíteni onnan az igazgatót, és soha nem lesz vége. Jó, mondjuk a Shinra igazgatót így meg, de nem a... Van egy igazgató, meg van egy elnök, és az elnök gondolom az igazgató fölött áll, ugye? Mennünk kell. Bármelyik pillanatban itt lehetnek. Már rajtunk is vannak.
Ez egy távirányítósabb. Nem csak távolról tűnt távirányítósnak. Ne féljetek, barátai! Itt van a paripa. Szevasz, Dio! Csak rád vártunk. Ezt használtam, hogy hallgatózzak. Soha nem lehet túl óvatos az ember. De te ártatlan vagy, én pedig tévedtem. Hogy bocsánatot kérjek, ezt nektek adom. Ez igen. Jobb ez, mint a csokobó. Rendes nemetést fogunk adni neki, megígérem. Köszönjük. Akkor mire várunk? Hát menjünk. Nem túl sok, ez egy kicsit, uram. Legfontosabb minden vendég biztonsága. Nem tudom, hogy mi történt Midgarban. Számomra nem is számít semmit. Mindig. Szeretettel várunk, barátom. Most felhő szorított vissza, jól értettem? Azt hittem, hogy felhőnek szorítja meg a kezét, de ezek szerint pont fordítva történt. Tudja valaki, hogy kell ezt vezetni? Hagyjátok csak rám, mondja a macska. Most akkor Barretto megkapja az új fegyverét? Milyen menetes, látod, hogy így rá lehet csavarni? Azt akarta, hogy éljek bűntudattal. Hát, mi itt vagyunk neked. Kicsit levenni a terhet, mi? Komolyan mondom, ember, mondja neki felhő. Kezdem azt gondolni, hogy tényleg úgy lehet. Na, gyerünk. Hát rosszat akart neki a barátja. Meg volt teljesen őrülve. Nem értem ezt a beszélgetést. Úgy tűnik, hogy ez itt a viszontlátásra, haver. Ez lehetett a Barretto arc a történetben. És tetszett, egyébként jó volt. Jó volt a sztori. Minden szempontból nagyon-nagyon tetszett. Kíváncsi leszek, hogy milyen, tehát hogy mindegyik karakterek végig megyünk így a történetén majd. Megjött a Kopasz Klub elnöke. Itt az esélyetek. Ezt a csőcseréket hagyjátok csak rám. Hogy bepördül. Ideje pumpálni a vért. Mi lesz ebből? Oké, kapaszkodjatok. Nyomott tifa. Figyelem, minden egységnek az Avalanche vezeti a járművet, próbálnak elmenekülni. Próbálnak elmenekülni ismétlen. Ez igen. Ülj csak le, majd én megoldom, mondja Barretto. Oké. Okay. És mehet. Hát ez rohadt jó. Azt mondja, hogy... Diótól kaptál egy járművet, Shinra Forces ott a mögötted... Micsoda, ballisztikus medicine? Aha, szóval, hogy az a lényeg, hogy kóstoljuk meg... Kóstoltassuk meg velük, amit kifőztek, vagy valami ilyesmi. Taste of their own ballistic medicine. Hát ez szerintem... Érti mindenki. Le kell rázni őket, mert az aim, a steering? Gondolom, hogy kormányozom azért nem kell, ugye? Steering, ez hogy érti? Fire overload, overcharge, overloadolni. Oké, mert... Nem, kajak kormányzom. Azt a mindenit. Egyszerű. Főleg, mert össze-vissza
Ó, és akkor most kell újra tölteni. Aha! Őrület. Mondanám, hogy jól megy, de hazudni. Akkor most. Nagyon szép lövések. Gyönyörű, gyönyörű. Még jó, hogy ilyenkor nem én, nekem kell céloznom. Minigame checkpoint. Elérve. És azt hogyan lehet elkerülni? Ha már látom. Kormányoznom kell. Sőt, le is tudom lőni azt onnan, hogyha arról van szó. Mehet. Jaj, azt hittem, hogy az overload az megcsinálja. Így rázkódott a gép, miközben megkapta a lövéseket. Még ezek a sikolyok. Most megy a kitérés, nagyon jó. És megint megy a kitérés. Nem jó, nem jó, Barettó, nem jó. Jobbra kitér, és közben lő. Már nem értem ezt, mindegy. Nyomjuk neki, az a lényeg. És most jobbra kitér. Overload. És balra megy. Össze-vissza kell irányítani. És több különböző cselekmény kizárja egymást. Tehát, hogyha egyszerre vezetsz, és a másik irányba célzol, látod, akkor már nem is tud el tovább. Nem baj, megvagyunk. A lövéstől nem töltődik az overcharge, úgyhogy ne is öröltessük. Jól csinálom ezt most? Igen. Inkább overcharge-ot, mert akkor rácélod biztosan. Ki kéne térnem. Most ez egyszerre mondjuk elég kemény. Balra. És újra tölt, és jobbra. Visszanás amúgy. Nem néz ki annyira összetettnek, de rohadtul az. És balra. És újra tölt. És át kell mennünk a jobb oldalra. Nem, várjál, lehet, hogy jó. Ha, jó, jó volt ez. Mert felfel a lövés. Okés. És megvan. Mindig game checkpoint, ez a szarházi még mindig itt van. Hát van ilyen. Van ilyen. Szupresszor, még mindig működik, hát szarrá lőttem. De kicsináltam konkrétan. Ezt nem hiszed el, hogy még mindig életben van. Újra tölt és mehet. Balra át. És tüzel. Tüzelj, Barettó, tüzelj, nyomod. És újra tölt. És tüzel. Hogyan fog tüzelni? Szőnyegbomba, ugye? De amikor jobbra becsapódik, akkor kell kitérni. Jobbra most, hát az. Aj, a francban nem jó. Mert az overcharging. Hogy volt a sorrend? Hogy közép, aztán jobbra? Nem értem, kagyarodsz el, Barett. Istenem. És a végén találja el. Lehet az aiming speed-en adjustolni? Hát ezt most mondja? Jézusom, hát emiatt szenvedtem. Hát emiatt szenvedtem, most lehet adjustolni. Strike its cannon. Ott a weak spot, nagyon király. Jaj, nagyon kellett ez már a francba. És te eltalálod? Nem. Jó volt az overcharging. Ott a weak spot alul. Ez az. És ott a vége.
Ti kis csicskák, még nem végeztünk, mondja. Azt nagyon jól meglőtte igazgató úr, igazán. Ez szép volt. Ah, Istenem ellen, na már megint itt vagy. Azonnal húzódjatok félre. Sivatagban vagyunk, hova húzódjak félre? Úgy néz ki, mintha úton mennék. Ja, berúgtál? Kérdezi. Kapaszkodjatok. Áll a jó Istennek. Mi a szar van veletek? Kérdezte a macska. Miért rántotta? Normális? Miért rántotta el a kormányt? Tehát hülye ez? Tifa, Istenem! Legalább egyel kevesebben lettek volna végre. Egyiküket sem tudjuk elintézni, amúgy nincs olyan, hogy valakit legyőzzünk, hogy akkor vége is van. C plusz. Hát, ma nem az áll teljesítményt nyújtam. Nem, azért jó voltál. Istenem, félre rántotta a kormányt. Egy ilyen kis légypiszok lett volna a szélvédőn a csajból. Nem lett volna több hisztizés. Jaj, milyen meleg van a sivatagban. Azonnal hozzá fagyit nekem. Nem, amúgy nem hiszem, hogy a harmadik részben ez. Hogy érti azt, hogy some dead you are. Valamilyen apa vagy, vagy nem értem. Régóta kellene tudnia a kislányomnak az igazságot. Na jó, de akkor sem értem a some dead you are kifejezést. Nyilván Marley miatt igen, de hogy mit jelent maga ez a kifejezés, hogy some dead you are. Some valami you are. Lehet, hogy azt, hogy szép kis apa vagy, vagy nem tudom. Meg kéne nézni. Ez megteszi. Itt van Barretto, meg Tifa, meg Felhőcske. Milyen képek ezek? Produktív nap volt. Nem csak, hogy jó kedvem van, mondja. Ezzel mondta neki a csaj, hogy... Na, még ez is előkerül. De figyelj, gonoszok egyre csak többen vannak. Azért ne érezd túl jól magad. Egyre csak többen vannak. Direkt rossz képeket adott meg. Akkor lehet egyébként, aha. És azt néztem, hogy mi ez a 20 évvel ezelőtti fotó mindenkiről. Pedig Felhőcske 26 éves, ha jól tudom. Hivatott uram. Mi az ősi állapotom, vagy státuszom? Még mindig rajta tartjuk a szemünket. Keresi az ígéret földjét. Nem hisszük. Értem. Magasabb prioritása van neki, mint a matériának? Micsoda? Ez egy olyan állam, amit saját szemeimmel szeretnék látni. Rufus, igen. Értettem. Hát akkor... kicsit rákapcsolunk. Valamit mondott a születésnél való joggal kapcsolatban is. Hát, hogy Eris-re gondolva, de... nem tudom, hogy az ígéret földje ezt hogyan kapcsolódik ő. Ez az én álmom, milyen cuki, mondja Glenn. Ki vagy te igazából? Gyerünk már, hát ismersz. És én is ismerlek, igazgató úr, téged és a félelmeidet. Még mindig csak gyermek, ugye? Az vagy. Szánalmas apa, gyűlölő gyermek. Disznó fejű, ez mi gondolt? És a külső dalat csak a magány. Nem tagadom.
Miért is tagadnám? Ez hozta nekem össze ezt az egészet? Na, ezt a lelkesedést kerestem. Több olyan emberre van szükség, mint te. Adjunk egy injekciót a világnak a kezébe, a karjába? Nem egy lövésre gondolt szerintem, hanem injekcióra inkább. Pontosan nem vágom, hogy mire gondolva ezáltal. Meg nem is hiszem, hogy Barátó sztoriára gondolt volna. Jó, de te igazából mit akarsz? Ez az, ami nem fog kiderülni. Ez a fickó, ez furcsább, mint hittük volna. Azt hittük, hogy tényleg Wutaiból jött követő, de nem az. Valami nagyon furcsa lény, hogy csak így el tud tűnni, meg minden. Nézzük, mit akar Zakariás. Ja, ő meg Biggs után ment, ugye? Neki az volt a sztoria közben, hogy látni szeretné őt. Kezdjük az embervadászatot. Elképesztő. És még mindig nem tudjuk a Kurel régiót maxolni. Give a shot. Na jó, de in the arm. Tehát, hogy a karjába adjon egy esélyt neki. Érted, mire gondolok? Tehát a szövegkörnyezet nem ezt mondatja. Velem legalábbis. Hogy Eritsu jól lesz-e? Persze, mert nagyon jól van. Ez miféle cosplay? Jó napot kívánok! Tangában, kis méhecskében? Ez igen. A japán eredeti lehet érdekes. Aha! Igen, arra én is kíváncsi lennék, hogy ott mi lehetett ennek a jelentése. Bocsánat, Biggsről kell kérdezni. Na de kit kérdezzek? Te vagy Eris-szel? Igen. Ezek meg itt ugróiskoláznak 80 egyszerre. 8 mezőn. Micsoda durva pogó alakulhat neki egy ilyen zitúval. Na, kérdezünk körbe, de a Destination az itt van ezen a helyen. Ne csináld, ez most pont egy ilyen tű a színak az alban szituáció. Na. Láttál valakit, aki így néz ki, mint ez? Nem mondhatnám. Köszi. Ismeri ezt a fickót? Sosem láttam. Ezt keresheted reggelig, barátom. Jó, nem megyek ki a városból, bocsánat. Erre kitalálhattak volna valami értelmesebbet is, mint hogy... Ismerősnek tűnik ez a fickó. Nem, bocsi. Oké, szia. Láttál valakit, aki úgy néz ki, mint ez? Attól félek, nem. Engem szivatnak. Szerintem mindenki ismeri. Hoppá. Ez igen. Ez a Valencs volt? Igen, lehet. Persze megnézzük, hogy mi történt arra. Biggs nyomja a nagy robbanásokat? Valami reaktor miatt? Micsoda táncot nyomtak a gyerekek? Kár, hogy nem néztük meg közelbről. Nem, mint hogyha engem bármennyire is érdekelnének a táncoló gyerekek, de... Legalább láttuk volna a performance-t. Ilyen tankok, meg minden. Ő lesz az. Ez Biggs. Na, ott is valami kis fickónk. És megint elvágják. Hát az egész játék alatt egy 5 perces jelenet zajlik, fél perces vágásokban. A következő napon. Szóval, hova is akarunk menni ezen a nagyszerű napon? Messze délre. És ott mi lesz? Hát nem Kurel. Úgyhogy tapos bele. Rendben, akkor dél. Mindenki fogja meg a kalapját. Megérkeztünk a 9. fejezetbe. Ezt tudod vezetni valamennyire, nézd csak.
Ja, de nem térhetsz nagyon, csak úgy. Szóval két szisz most arról beszél, hogy Shinra csicskás, ő egy lepkes. Bocsánat. Hát ti nagyon különlegesek vagytok. Soha nem találkoztam egy különlegesebb emberekkel. Hogyan tehettem volna, hogy nem csatlakozom? Micsoda baromság, mondja Barettó. Hát itt már, ez egy ilyen road trip. Ha? Barettó mondja Yuffie. Ígérd meg, hogy nem fogod lelőni Scarlettet, ha csak én sem vagyok ott veled közben. Rendben, azt megígérem, hogyha... If you don't give up the ghost. Ja, hogy olyan sápat, mint a kísértet, hogyha nem hányunk össze a kocsit, akkor megígéri? Oké, okay. Yuffie nem, nincs túl jó. Addig nem leszek rosszul, amíg be nem vertem annak a boszorkának a pofáját. Várjál, várjál, keresek valamit, ami... Ajajajajajaj, húzódjunk félre, mert hányni fog. Ne, ne a kocsiba. Istenem. Már rég megállhattunk volna, miért kellett megvárni, hogy tényleg kidobja? Jobban vagy? Adjatok. Exercise. Nincsenek nyomaink, körbe-körbe megyünk. Remélve, hogy egy csuklyást találunk. Ez a legrosszabb ötlet valaha, mondja közben a hisztiző Yuffie. Micsoda csapatunk van, beszarsz. Egy furcsa macska, egy hisztiző kislány. Amikor nem tudod, hogy az élet hová vezet, akkor jöhet egy kis jövendő mondás. Megőrülsz. Megőrülsz. Nézzük, mit mond a gép. Vagy nem tudom, mi ez. A szerencsés ételed a gomba. Gombák? Várjunk csak. Barettó, említettél korán reaktorral kapcsolatban valamit, nem? Láttál ott egy fegyvert, ugye? Igen, de nem emlékszem, hogy mondtad volna. Lehet, hogy érdekelne téged, mivel nagyon közel van egy leállított reaktor, akkor ott matéria is van. Oké, most már jól vagyok, mindenki vissza a kocsiba, siessünk. Szerintem őt hagyjuk itt. Ja, az nem lenne baj, hogyha csekkolnánk végtére is, mondja Barettó. Na, hát közel van, mehetünk. Miért is ne? Tök furi, hogy van célunk, de még sincs célunk. Felhőcske, nem vennéd át a... Oké, rendben, köszi. A volánt. Szóval délre megyünk, amíg a zöldet el nem kezdjük látni utána. Azonnal ott is leszünk a Makónál. Csatlakozott két Sith a partihoz. Meghűlsz. A buggy nem csak a földön, de még a sekély vizen is átmegy. Őrület. És a lenti gombbal hívod oda a kuráns lokációhoz. A transmutációs matériákat is össze tudja szedni automatikusan, hogyha rájuk hajtasz. Wow. Gold szószörön most már új mókák is helyet kapnak. Szerintem oda vissza kellene mennünk, mielőtt még ezen a vonalon tovább mennénk. A Musclehead Colosseumban is új. Hat személyes összecsapások. Hát de hát eddig a három volt a maximum, amit irányíthatunk mindig. Szevasz lesz, jó estét, hogy vagy? És nézd, hogy megy. Ez nagyon király, ez nagyon-nagyon jó. Ez tetszik. Szóval a zsáját nem tudjuk felvenni, mert nem csináltunk meg még minden. Az éjfél utáni tevékenységek hajnali 2:45 van már. Azok következzenek most, inkább attól tartok, hogy azokkal kellene nyomulnunk. Mivel nem tudunk összeszedni már semmit kb, ezért inkább csináljunk néhány olyan potit, ami jót tenne nekünk. Ezt hogyan lehet, Quantity? Aha. Csináljunk inkább ebből egy 8-at, jó? Jól szoktak jönni a kis potik is, nem kell azokat sem félteni.
Ginger Root is mehetne. Megapotihoz nincs elég planet. Ja, de jó, az oregánót még nem is tudtunk felvenni. 10-es szintű craftsmanshipre hajtunk egyébként. Ehhez mi kell? Splendor. Aha, ezek már a next level shitek. Ezt fel tudnám tápolni a Fortress Bracer. És ez van rajta a macskán. Menjen. Vice Fox az megtörtént, a bone az még mindig nincs, a játék előtt nem találtunk még csontot. Supernaturális Rizgard. Exquisite Beast Hide-ból. Aha, az abszolút limitekig hajtja az erődet. Ez metal. Ez viszont a legelitebb Shinra túlélő felszerelés. Mindenképpen ezt, ezek közül valamelyiket meg kell csináljam. Max vitalitás, ez jó olyan. Vitalitás az jó, és ezáltal elérkeztünk a 10-es szintű craftsmanshipre. Innentől már megapoti mist, megapoti adrenalin, mindent lehet csinálni. Stuporból fel fog téged rázni. Mi ez a stupor? Nem is emlékszem már. E-items, ezek nem kellnek. Jó, a transmutációval meg vagyunk. Nézzük az equipmentet. Kate Sith-nek. Sárga megafon van nála. És ez mit csinál? Egy dobókockát ráhajít az enemire? És attól függően, hogy milyen, mit dobsz vele, változik, hogy mit csinál. És a proficiency bónusz akkor jön, hogyha 1-es, 3-as vagy 6-os dobsz, ez hülye, ez nagyon komoly cucc. És akkor van olyan is, hogy Iron Megafon. Ezt már kimaxoltuk, tehát akkor az Ironnal kellene tovább menni. Az ability-je az, hogy Fortune Telling. Gondolom, inkább ezt kellene használnia, ugye? Hát igen, ám csak ide meg több matéria fér el. Proficiency bónusz, hogyha befejezve egy enemit. Hát ezt kell használnunk bármennyire is. Jó, hogy ennek a képessége ugye még nincs betéve. Tegyünk ide is be valami Salvation Badge, nem? Ha nem aktívan irányítod a csatában, akkor kevesebbet sebződik, az jó lehet. Nézzük a matériák közül. Moogle Vanguard. Moogle. Tehát, hogy nekünk van egy Moogle-ünk alattunk, ugye? Az a Benga. És 10%-kal nagyobbat sebez. 15%-kal kevesebbet sebződik. Detrimentális státusz effektek. 25%-kal növekszik a hosszú. Ezt betesszük ide. Meg akkor mehet az attack damage így összességében. Tudunk-e neki? Nem tudunk summon matériát betenni. Izgalmas egy kis állat. Lehetne úgy is játszani, hogy van egy macskánk, meg van egy kutyánk a csapatban, nem? Fortune tellinget kell majd akkor crafti, vagyis hogy használni. Lehet-e olyat csinálni? Most bármikor visszatudunk ide teleportálni, ugye? A Kurel régióba. Meg kellene néznünk egyet és mást itt még, heliport. Ezek nem voltak eddig itt a ropeway, meg ilyenek szerintem nem jelentkeztek eddig. Mostantól itt Chocobo részeken lehet részt venni, meg a Musclehead Colosseum. De ez lenne a Saucer. Az úgy volt, hogy Barretto falujából innen mentünk oda a kábeleken. Ezeken. Nem, várjál, innen indult. Fogalmam nincs. De ezeken kellett, hogy átmenjünk szerintem, és így érkeztünk meg. Aha, akkor ez itt a gold szó. Na jó, itt viszont van egy kártya kihívás, úgyhogy gyorsan még ide elmegyünk. 2:17 van, úgyhogy nem húzom már sokáig az időt. Hát mit tudom én, egy fél órát még szerintem csináljuk azokat a hátramaradt dolgokat, amiket eddig nem teljesítettünk. Például látod, itt van is egy küldetés, ami eddig nem volt elérhető, most már viszont az. Mr. Birdie haverjai. Nem vacsorára jött ez a fickó, senki nem tudja, hogy hol van. Vagy nem jött haza vacsorára? Aggódunk, hogy mi történhetett vele. Kérem, valaki keresse meg. Jó. Mr. Birdie haverjai kérték ezt tőlünk. Hol van ez a kártyakihívás? Amikor idejöttünk, akkor jelez, itt van. És ide hogy mész ki? Itt ezen a lépcsőn most már lemehetünk, ugye? Hát, hogyha erre megy, úristen. Ez egy labirintus, ez a kis falu, ez nagyon durva. Cseddi, nem beszélek veled, ne haragudj. Hogyha itt mész, aha, akkor körbe megyünk ott a falun. Szerintem erre kell, hogy legyen valahol. Évet? Nem. Ez az. Így.
Most jobbra egyenesen, és ott balra vissza, ugye? Förtelmes, de amikor a lenti résznek meg lesz a fast travel pontja, akkor onnantól kezdve már könnyedén tudunk itt ugrálgatni. Igen, igen, ez lesz az. Nem tudom eddig miért nem engedtek itt le. És eddig ezt a vendort sem tudtuk megnézni. Elmentél a kártyaparti mellett? És tényleg? Itt lehet potikat venni. Wind Viper, mindenféle fegyvereket, Revival Earring, ezek nem kellnek. Tényleg elmentem mellette? De hát azt írja, hogy 46 méterre errefelé van. Most úgy érted, hogy volt ott valami olyan, amit nem jelzett eddig? Itt jelzi, látod? Tehát, hogyha előre megyek és balra kanyarodom. Volt ott is egy, na majd megnézzük azt is. Régóta várom már ezt a napot. Ihenj csak, fiatal katona. Amikor beléptél ide, jól megfigyeltelek, felmértelek. Ehhez is volt a jelenlétedet nézve legalábbis. Navalam vagyok, az ezer szemű. Rengeteg évi meditációval elnyertem a brutális képességet a kártyavetésre. Nem arról beszél, hogy milyen tisztasággal lát. Erőteljes auránk van. Tökéletes ellenfél leszek kártyához. Aha. Adj bele mindent, mondja. Hogyha győzöl, akkor rang 6-ossá válsz. Mehet. Kíváncsi leszek, hogy az öreg mit tud felmutatni. Ez a pakli, ez bevált nekem az előbb, úgyhogy kipróbáljuk most így. Szerintem startolhatunk. De majd offline össze fogok rakni egy újabb paklit is, mert kíváncsi vagyok. Annyi legendás lapot nyertünk már el, hogy ihaj. Mit akarunk mulligan-elni? Hát... Az ogrét jelenleg talán jobb lenne, hogyha kiejtenénk, meg a kappart is talán. Midgard Stormer jól jön. Még a kappar pont kellett volna hozzá, ugye? Na jó, nem baj. Csináljunk egy Space Ranger-ös előrehaladást, ez gyönyörűen megtol mindent. Középen lesz Midgard Stormer. És akkor az egész titaláció miénk lesz így, nagyon szép. Az egész hátsó léna miénk, ráadásul tök jó értékekkel, ha megfigyeljük majd. Hatos Midgar. Az Ark Dragon hátrafelé fog tápolni onnan, előre pedig kiírt valamit. Azt meghagyjuk a középső slotra. Tiszteling Krabet használunk, hogy itt tovább mehessünk. Hát remélem nem veszi el azt onnan, mert ha igen, akkor aktuál kitalációba kell belemenni, de azt csinálja, hogy kiveszi, beszarsz. Nagyon érdekes. És zemzelet, tehát hogyha odaraknád, akkor hátrafele tápolna, előre visszaszerezni. Ez kell nekem. 9-es erősség. Titán felfelé fog menni majd. Megint visszaszerzi tőlem azt a lapot, szerencsétlenül jártunk onnan. A Mind Flayerrel viszont lehetne azért itt-ott aprítani. Visszaszerzem megint azt a spotot. Utána mehetünk fölfelé onnan. De lehet, hogy jobban járnék, hogyha egy pusztítás volna és erősítenénk. Viszont azzal lezárnám a mid slotot, az lehet, hogy nem jó nekünk. Kaparwire itt még nem túl jó. Csak a Dragon valamivel itt lehetne nyomulni. Mondjuk a pontszámokat tekintve nem állunk szarul. Aktuárnak nincs értelme, kaparral, hogyha előre mész, fenti slotot még megszerezheted, de ő jön, és ezért mindenképpen ő nyeri meg azt a slotot, ugye? Mondjuk ezzel megnyerem az alsót. Aha, ez nem hülyeség, próbáljuk csak ki. Jaj, nem tudott olyat lerakni, hátulról beaprított, ezért a Midgar megerős. Hoho, a kis barátom, most jól benézted ezt a szitút, mert hogy most azt onnan leveszem neked. Tovább erősítve saját magunkat. Ő már nem tud mit csinálni, én viszont nagyon is. Az alsó szloton lehetne egy hármas erősségű őrületes királylap. És ez mit csinál? Semmit, szimplán megnyeri neked a játékot. Vagy lehetne Crystalline Crab, és akkor oda tovább erősítenénk, csak akkor az alsó lényt nem nyerném meg. Jó lesz ez, köszönöm szépen. Azt hittem, hogy ez a saját lapjaimat is sicsítja, de nem. Chocobo és Mugol még jobb, tessék. Jaj, Navalan, hát ez egy nagyon gyenge lapjárás volt neked. Köszi szépen, viszlát. A Tomberry King az pontosan olyan, mint a másik lapunk. Midgard Stormer, de
Micsoda? Kaptunk egy 3-as Bagnadranát. Amikor kézből kijátszanak egy ellenséges kártyát, megemeli ennek a lapnak az erejét egyel. Fú, ez izgalmasan hangzik, ez tetszik. Ez jó lehet. Mi történik? Megint látjuk a kártyás sávot. Az én nevem Lidrel Balmond. Én vagyok a Queen's Blood alkotója. Ami azt jelenti, hogy ez a rémálom, a saját művem. Nem tudtam, hogy is tudhattam volna. Te is hallod őt? Kezd kifutni az idő. Hív engem, parancsol nekem. Úgy vagyok benne, hogy... Azt mondja, hogy az ő rabja vagyok. Az átkozott lapja az én láncom. Egészen a végig. Vagy talán ez még csak a kezdet. Az árnyék vér, királynő, nem más, mint pont. Szóval tuti vagyok benne, hogy ez is egy jó sztorihoz vezet ez a sok kártyázás. Hát találjam ki. Te is Lidrel Balmonról álmodtál. Miért, mit tudsz róla? Hát, csak hallottam ezt a legykákat. Bizonyos skill fölött a játékosok furcsa látomásokat kaptak nemrégiben, amiben a játék készítőjének szelleme látogatta meg őket. Valami nem tudom milyen eseményekről beszélve. Mi ez a portáns sősz? Sőt, és a világ legjobb kártyásai nemrégiben természetellenesen erőszakos halált haltak. Mi van? Ez Lidrel átka, így nevezik az emberek. Az igazi indokát még a harmadik szemem sem tudja megállapítani, de valami sziniszter dolog lehet ez. Tovább mész a kártyák útján. Még a végén lehet, hogy belehalsz, mondja. Köszi, öreg. Ha jó, van. Halljátok, srácok, van itt valami Lidrel, akit meg kéne verni. Nos, ez a kártya megvolt, és azt mondtad, hogy itt fent is volt egy másik. Mekkora kártyamecs volt az öreggel, beszarsz. De őrület jó volt ez a Midgard Sorcerer-ös pakli, ez nekem nagyon nagyot megy. Jaj. Eris. Francba már, miért kell mindig agresszorkodni? Nem örült neki szerintem, hogy Tifával mentünk megint randizni, ugye? Menj visszafele, megtalálod. Eris állandóan szétrúg mindent. Erre mondtad? Nem, nem a helipednél van. Erre felé jöttünk, és... Ez itt a doktor. Csuhásokkal. Lépcsős résznél volt. Figyelj, én nem tudom, hogy mit láttál. Ez csak Chadli, hogyha erre gondolsz. Ez itt csak a Chadli. És csak, és akkor elméletileg, hogyha kiebb megyünk, akkor mit látunk? Hogy a kártyából 6x6. Tehát akkor készen vagyunk, látod? 6x6-os a kártyázás. Ott írja balra fent. Ott megcsináltuk az összes Kurel régió kártyát. Viszont volna még néhány kihívás itt bent, hogyha ide visszamennénk. A Gold Saucerbe. Menj lefelé onnan, ahol először indultál. De már mindenképpen meg kellett, hogy csináljuk. 6x6. Érted? Tehát, hogy nem lehet 7x6 vagy 6x7, vagy mondjuk 6x7 lehetne, csak 6 a max, és akkor érted? Na. Itt van még néhány kihívásunk, ami eddig nem volt elérhető. A Chocobo verseny például, vagy esetleg az elképesztő Musclehead Múzeum. Nekünk jobb lenne, hogyha a Chocobo versenyre mennénk rá. Most egy másik térképet adtak.
Ez itt az, aha. Tehát akkor oda úgy mész, hogy jobbra mész ezen a lépcsőn fel, és utána megint jobbra. Mikire megcsináltuk már? Szerintem. Meglepne, hogyha lenne egy ilyen plusz egy rejtett kártya. Party. De utána kéne néznem, esetleg stream után, hogy Kurál régióban hány kártyázás van. Furcsa, hogy már ezzel a régi paklival is ennyire keményen előre mehetünk, nem? Tehát, hogy mennyire nem kell megváltoztatnunk semmit benne. Mondjuk lehetne olyan pakli enemiket, ez a Battle Square, csinálni. Ez meg a Speed Square. De jó fele megyek? Mi ez a kék pötty? Jó fele megyünk? Szerintem jó fele megyek. Speed Square. Szerintetek ez lesz az? Csokobó versenyes? Ú, de nem vágom. És ki jön velem? Senki? Hát ez az, amikor két szék között a padlóra kerülsz. Ugye nem kellett volna jobbra-balra lógatni. Semmi baj nem történt volna. Voltam már ezen? Ez az űrjátékos, ugye? Igen, aztán megcsináltam a francba. Ajaj. Oda szeretnék menni, ahol a Skyville. Azon sem voltunk még, ugye? Park Central, welcome, Chocobo Square. És itt úgy érzem, hogy szükségtelenül lett ennyire durván ilyen Roxford kastély ez az egész hely. És akkor most? Itt már elméletileg megcsinálhatjuk? Szeretnék-e versenyezni? Persze! Igen, let's go! Grade 3-0 per 9. Nagyon várjuk a visszatértét. Miért még el se kezdtük? Oké, mehet, készen állok. És 9 verseny van. Ultima, Stakes, meg minden. Hát persze, kezdjük el. Szuper sárgánkkal, azt kedveltük eddig is. Jaj, de most akkor a felszerelés is. Acceleráció nagyon király, ilyen gyors, de úgy volt, hogy Shinra, Evian és Gil. Aha, ezeket választottuk, ezzel megnyertük a múltkori versenyt. Készen állok. Mit szóltok ez a brutális versenyhez még így hajnali 2:30 környékén? Mindenki erre várt már? Azért kaptunk ma a sztoriból rendesen. Barretto sztoriát lezártunk. A Maiden Race. Egy igazi Carbuncle Classic. Tudja a francia, mit jelent az a Carbuncle? A Carbuncle, nem tudom. De mindegy, menjünk, let's go. Ott lesznek egyenesek azért. De hogyha nem nyomod az X-et, akkor nem megy. Nem baj, adtam egy kis előnyt nekik. Csak a win, csak a győzelem, szerintem is. Egy kis sebesség. Nagyon szép. Hát a dash. Jókor nyomtam a dash-t? Most ebben nem vagyok teljesen 100%-ig biztos, hogy jókor nyomtam, de menjen. Speed versus az L1-jel. Amikor befordulunk arra... Jaj, de ezen már nyertem. Jaj, haver, hát én ezt tudom, hogy melyik pálya. Hát persze, itt vágjuk le az első helynek járó kanyar. Így is van, és mehetsz. És most már a Super Speed Burst is bedurvul. Ó, a világ összes pontja itt van nálam. Nagyon szép. Ez a csávó mondjuk jobban megy, mint a múltkori versenynek az elsője, nem? Ott van a hetes. És rögtön a második lapnál már is átvettük a vezetést a hihetetlen versenyzőink között. Írdatlan kanyarokat teszünk meg, a nem létező ívek használta. Csak itt van nálunk a Ticsper TV mókáson. Tudjátok, ez már a level 1-es meccs, úgyhogy itt már nagyon fel kell kötni a gatyánkat. Ettől már csak 9 durvább van a 9-ből. Ja nem, akkor 8, bocsánat. Hát, le vannak hagyva. Hoppá, ezt hogy csináltam? Ilyen szintű lassúságban még soha nem vettem részt. Így, és akkor mehet a limit. Így van. Chocobo Limit Speed Burst, ez... Hogyha egy kanyargósabb meccshez érkeznénk, ott viszont nem segítene. És kinn a füvön, hát ez az! Brutális dashing ability.
Ilyet lehet? Nem, olyat nem próbálunk meg többször inkább. A pirossal kapjuk meg az előre haladás, a sebesség és az egyéb dolgok elképesztő lehetőségeit. A dashinget azért lehet neki nyomatni szépen. Kár, hogy már ilyenkor nem kapunk a speed bónuszból semmit sem. Hát így is olyan szinteken hagytuk le haverjainkat, hogy nem igaz. Ott van még egy dash. És ott jön a burst, speed burst képesség. De nem csak ez jön, hanem még a dash is rámegy. 4 pontot hoz vele a végén. 2.36 alatt a leggyorsabb kört csináltuk meg. 3 poti és 70 gold saucer point. A Moogle Oaks. Na itt viszont már kevesebb lesz a hosszanti vonal. Szerintem jó lesz ugyanaz a felállás, amiben eddig voltunk. Itt a speed, az acceleráció lenne lassú. Próbáljunk egy másikat, rock solid. A traction-t fogja növelni. Aha, jó, az nem baj. Top speed, az nagyon jó. Shinra Gigi, oké, köszönöm. Ez mind teljesen jó. Elsőre meglett az első mérkőzés, na de hát itt aztán majd később bajnok lesznek, amihez más csokobókba kell majd beleülni, úgymond. Mert hogy lesznek olyanok, amik megpróbálnak kilökni szerintem a pályáról. Meg majd jönnek a rakéták, tudod, mint a, meg a teknősök. Mehet a következő verseny. Újunk rágyógyul már is az X gombra, és nyomjuk neki. Rögtön a startnál már érződik, hogy mennyivel jobbak vagyunk mindenkinél. Kicsit kaptunk a pofánkra, de semmi baj. Itt a dash képesség megszerzése, az nem lett megszerezve. Jöhetnek az extra pontok, gyönyörű. És ott van. Speed burst. És kajak felvettétek előlem? Ez a sok szemétláda. Ezeket kell lemosni a pályáról. Ez egy gyönyörű kanyarodási. Ott meg is van a speed burst. Nézzük, hol van a hosszú egyenes? Jaj, hát itt van. Mondta a néni az úristen kukacmeny.hu-ban. Ha látta valaki, egy őrületes kanyar. Lassítással és minden egyébbel. Hát azt szerintem ezt mostantól így kell csinálni, akkor minden alkalommal. Speed burst-ot nyomatni. Opá. Jobbra a dash-re megyünk, mert a hiányzik jelenleg. Bár a bal oldal sem lett volna szar. Érkezik egy kanyar. És egy hajtű után egy nagy kemény. Ez az. Lehagyása történik a mezőnynek. Rengeteg pont összeszerzés. És mehetünk is. Ez egy 1 perc 10-es kör volt. A második kör már meg is kezdődik. Gyorsabb lesz a második, hiszen ugye nem álló helyzetből rajtolunk, hanem már a mozgási sebességünk itt van. Alattunk van gyakorlatilag. Visz minket előre. Vagy mi a szar, mit tudom én, dolgokat mondok. Oda nézd, mekkora levágása volt ez a... azt a mindenit. Na erre sosem gondoltam volna, hogy képes leszek rá. Taktikai húzások, igen. Ott pereg a speed burst. Viszont most jönnek a kanyargós részek, amikhez nem annyira szeretnénk speed burst-ot felvenni. Speedünk az ott is van már 9-es szinteken, és itt következik be. De itt mindig ilyen könnyen le lehet menni? Jó, ez még mindig level 1-es mérkőzés szerintem amúgy. Ott a 10-es sebesség. A világ leggyorsabbjai között tartják számon a sárga csokobót. Nem véletlen halad most is így ugye. Egy életre megleckésztetve mindenkit, aki mögötte próbál loholni. Mehet ez a speed burst keményen, és egy óriási fordulás. 1 perc 6, 4 másodpercet javítottunk az első körhöz képest. A fene gondolta volna, hogy lehet ilyet, tehát mint kiderült, azért ez sem lehetetlen ebben a játékban. Már is megyünk bele a kanyarlevágás. Osz, gyönyörűen kifelejtettük azt a felvételt, de nem baj. Egy hajtű kanyar. Külső íven nagyon jó. Kokainom is jön. És most lesz megint a kanyargós része, ahol leszakult vágni a kislábúj körmünket. Így van. Győrületes kanyarodás után lassabb sebességből már, tehát hiába nem kell végigmenni minden szaron. Ez nem olyan, mint az élet. A kanyargás után lesz egy... Tudod mit, szarunk rá, már meg is nyomjuk. Hát kell nekünk a sebesség. Erre születtünk. Itt érkezik a jobb kanyar, és a félelmetes sebességre történő felkapcsolása. Csokobónak úgy jár a lába, mint egy robotgép, jelentsen ez akármit is. És megjöttünk a célba. 1-0-4 alatt, még ahhoz képest másfél.
másfél másodperc javítás. Hát ez őrületes. Őrületes. Promotáltak minket a bronz szintbe. Hát kvalifikáltak, hát őrületes. És akkor a kaktuális derbit, azt nem lehet. Én minden reggel kaktuálok, úgyhogy hadd szóljon. Persze, a legjobb felszerelésben lehetünk. Milyen lesz a bronz szint vajon? És lesz platina is? 2 óra 39 perc, de a Csokobó még mindig nem fáradt. Maiden Race, a kaktuális derbi. A rajtolás nem 220 felett lesz, hanem az alatt, de mindjárt felgyorsulunk arra a szuper sebességre. Kár, hogy nem lehet itt ilyen rakétaindítást csinálni. Ezek a fiúk gyorsabbak, látszik. Jobban szedik azért, jobban szedik alá. Hoppá, hoppá, jó napot kívánok. 2, azonnal. Úgy lehet választani, hogy merre mész. Én a baloldali sávot választom, köszönöm, mert szeretnék dashingelni. Nem beszélve arról a bónuszról, amit kapunk itt. Micsoda kilökés. Szarok én rád, nekem speed bónuszom van, kis haver. Speedburst-re születtem. Ez nagyon jók ezek a kanyarok, ez nagyon tetszik nekem. Ott is, egyes, kettes és a jobb kanyar. Teljesen egyértelmű, hogy merre lehet menni. Ezek viszont itt váltokoznak. És nem mentünk rá a speedburst-re, úgyhogy nekem kell manuálisan aktiválnom ezt a képességemet. Hiába. Itt azért mindenképpen egy kemény sebesség increase-re lesz szükség ezen a vizes péniszen. De aztán meggondolhatjuk még ezt a lehetőséget. Hát, ha van ugró képesség a játékban, vagy valami, amit szintén bele kell vetnünk itt a ladba. Csokobó Csokobónak feszül. Hát persze! Speed démona, a sebesség ördöge. És ott nyomja meg a gombot hozzá, sőt, rászalik. Persze! Ott nyomja neki a elképesztő sebességet, speedburst-tel, dashing-el, mindennel. És itt nyom egy nagy kanyar. Hihetetlen. Mi a helyzet, Dark Demon? Fenn vagy még? Sebesség mámora. Ott a tízes. Ott is van. Elképesztő kutyapénisz. Nyomod. És azt a tízes sem hagyod ott. Az nem tízes, hanem képesség, de tízesnek hívom most. Kicsit lelassulunk ezen a helyen, ráadásul visszafelé próbálunk felülni a libikókára. Hát, ebből mindig csak a leesés, ugye? 49 másodperc, mint hogy az első körön startnál lehetett látni ezt a 4 perc lemaradást, 4 másodperc, elnézést kérek. Na azt most gyorsan meg is oldott. Mehet a speed bursting. Oda néz, micsoda sebességgel hagyja le a mezőnyt. Már rég mögötte van mindenki, hamarosan beéri az utolsót. De ez azért van, mert nem álltunk meg ugye a... Mi a szarban? Mi annak a neve? Pit stop? Vagy pit box? Vagy valami box annak a neve? Én nem tudom, nem ismerem. Jaj! Neki ment a fal neked, van ilyen állat. Box utca. A box utca, én ott születtem. És ez, erre, hogyha rámész, nem ment rá a sárgára. Kereket sem cserélt. Most nyomja a sebességet a cél előtt. Hát ez azért egy másodperccel lassabb kör volt, de teljesen mindegy. Hát elképesztő gold source pontokat és high potion-eket kapunk. Bomb blowout a következő map, ami nyerni kellene. Marlboro is van, a Memorial, Tomberi Derby, a kurálás is lesz majd a végén, csak győzzétek kivárni. Hadd szóljon. Hát itt kerékcserék nem kellenek, hát... Alexia, te még ébren vagy? A negyedik versenyben az aranyverseny. Nem, bocs, bronz, de hát hasonlít, kicsit sötétebb. És odafigyeljünk, mert itt dupla kanyar lesz, balról, jobbról, mindenhonnan érkezik majd a balhé. Nézzük, mennyire jaj nem, a másik irányba megyünk, a cél előtt lesz majd a dupla kanyar. Oké, ezek a fiúk már gyorsabban jönnek, és nézd, tudnak driftelni. Tudod mit? Én is tudok driftelni, azt a rohadt. És ezt hogy csinálom? Hát nézd már. Wow! Meghűlsz, tudok driftelni. Speed bursting. Na most lesz elrontva minden. Most lesz azonnal elrontva minden. Hát most jöttem rá, az... Beszarsz. Hát ez a gomb eddig is itt volt. Mi ez a ravasz itt fenn? És most egy kis kanyar, és mehet neki a nagy. Speed burstingre lesz szükségünk, az most jön meg, és nyomod neki. Mondjuk lehet, hogy nem most kellett volna pont annál a kanyarnál, ahol mindenki fél attól, hogy mi fog történni velünk. Én is teljesen be vagyok rotyillázva már. Nézzük a jobb oldalt, és a dash. Pont a hajtűben nyomja a dash-t,
Nem baj. A hatodik helyen, hetedik, nyolcadik, kilencedik. Nem baj, a nyolcat megőrizzük, az jó szám. Hát kilenc is jó lesz. Akkor mehet a dash. Itt ez a kanyar lesz a nehéz része ennek a versenynek, már látjuk. Nem lehet volna szabad használni ezt a dash, vagy mi ez? Driftet, ugye? De látszik, hogy már a zenemi is használja. Mesteri szinten használja ráadásul. Nem szarral gurítanak. Driftelni kéne, azt mondod? Látod ezt? Nem annyira jó itt a driftelés, mint mondjuk egy Mario Kartban. De élvezhető mindettől függetlenül. Most lesz a nagy kanyar, ugye? Megpróbáljuk itt levágni a kanyarokat, de rosszul tesszük. A speed bónuszunk nagyon kevés. Most nyomjunk egyet megint rá. Hogy átvergődjünk ezen a pokoli ízén. Most jönnek a durvi kanyarok. És itt próbáljunk meg akkor tűzfa átkelni. Ha ez egynek jó. És nézd, mint a Mario Kartban kapod a speed bónuszt, ha ezt jól csinálod. Értem! Jó, most már tudni fogom, hogy kell ezt csinálni, akkor mehet befele a dashing, a minden. Speed bónusz a dashing, vagyis a driftingből, mehet. Így könnyebb, ám. Negyedik hely. Ne, túl könnyen kanyarodik. Na jó, rányomjuk ezt a speed burst-ot most már inkább. Túl könnyű kanyarodásra oda kell figyelni. Nem segít nekünk itt ennél a szitunál. Legalább 3 pontot össze kell, ez az, megvan. Gyerünk. Meg lehet-e még a hosszú speed bónusz? 6. helyen vagyunk, nagyon kevés az, nagyon kevés. Alul van kormányozva a csokobó? Lehet amúgy, igen. Speed bónuszban nem tudsz olyat nyomni, amit nyomni akarnád. 3. helyen sikerül végeznünk, nem elég, ezt gyakorolni kell. Nem rossz egyébként, mert a szószörpontokat megadta. Itt a driftelés képességre oda kell figyelnünk, hogy hogy is történik. Ilyenkor ugyanazzal a csokobóval mész, hogyha azt mondod, hogy retry. Nem baj, mehet. Wokibot imádja ezt. Most már tudjuk, hogy mit kell nyomni. Itt érdekes módon nem kaptunk. Most csak. Oké, így. És most mehet. És most balról. Tökéletes. Ó, annak nem kell neki menni, igen. Tök jók ezek az akadályok, hogyha most már ilyen is oda kell figyelni. Ott megy a nagy bónusz. Speed burst-re odafigyeljünk. Most nyomjuk el neki. Ők jobbra mennek, jól látom. Igen, de szerintem erre gyorsabb. Hát mondjuk jó kérdés, mert ők el tudják kezdeni itt már a elképesztő kanyarokat, én meg nem biztos. Gyönyörű kanyarok. Az első körnek nem is volt szar. Na nézzük. Még van egy dash képesség, úgyhogy azt majd elhasználjuk. És a kékre kell rámenni, hanem sárgára, meg a pirosra ilyenkor már. Azt hiszem, hogy kezdem érezni ezt a driftinget. Ezek képesek olyanra, hogy rád mennek random? Speed bursting mehet. Ó, pont a hajtűbe nyomtam bele. Vagy szarunk rá. És nézni, akkor végig speed burst-t. Hát nagyon jó. Szóval ezt az ívet még nem láttuk. Itt át fognak szállni szerintem. Tehát a pirossal után töltheted a speed burstinget. Nagyon király. Jaj, de szép. Jaj, de gyönyörű. 53 sec, rekord. Nagyon lehagytuk a többieket. Mi a helyzet közben, Spectral? Hogy bírod ezt a napot? Nincsen dash sem. Dehogy nincs. Ez a második az ilyen furi, hogy rád csatlakozik. Így. Mehet még egy speed burst.
Itt már szükségünk lenne a következőre, de... Nem tévedek. Itt van szükségünk a következőre, ez az. Hadd szóljon. Pont nem sikerült elcsípni. Még egy speed burst. Mi is veszünk fel egy másikat. Hát ettől lehetett volna szebben is, de nem baj, jó ez. És szép lassan, ez az. Mehet. Gyönyörű 55-ös kör. Na, ez így már jobb volt. Meg is kaptuk a Megapotion 3 darabot. Nem, bocsánat, itt még csak High Potion 5 darabot. Itt jön a 3 darab poti, itt 5 darab jön. Mi ez a Debonet R? Vagy hát. Fú, nem tudom, Marlboro Memorial. Jó ez a csokobó, csak oda kell figyelni. Most már egészen hozzászoktam az irányításához. Jó sokan voltak, egy óra értem haza, holnap viszont nagypéntek van, kevesen leszek, alig van foglalás. Tényleg? Nem járnak étteremben nagypénteken az emberek? Böjtölnek, nem? Felne gondoltam volna, hogy ilyen elképesztő ütemben fogom magam beleásni ezekbe az őrület versenyekbe, hogy megnyerjük mindegyiket és végül mi legyünk nyilván a világ elsők. Hát másért nem is menne ez az egész, hogyha nem egy világrekord kísérletet látnánk itt újfent. Aha, és akkor itt mindegyiken gyorsító témák, nagyon király. Lehet egy kicsit rámenni erre. Ha hozzáérsz valakihez, akkor azt gondolom, hogy csak... Opa! Ezt miért így csináljátok ki? Jó, felemegyek. Hozzáérsz valakihez, akkor lejjebb veszi az utcaidat. És most nem jó volt a kanyar. Itt jó lesz a kanyar. És ott jön a Speed Burst. De nem jó helyen vagyunk hozzá, hogy elnyomhassuk. Itt viszont nagyon jó volt a kanyarbevétel. Újra meg kell csinálnunk itt is. Nagyon tetszik nekem, esküszöm. Minek utána van benne drifting, most már azért teljesen más. És az, hogy átvették a Mario Kartnak a rendszerét hozzá, ez nagyon-nagyon metal. Nagyon-nagyon jól működik. De valaki elszállt? Valaki mögém, vagy mellém szállt, nézd már. Most jön az egyenes, mehet a bónusz. Hogyan tud ennyire szuper gyors lenni az ott elől? Lehagytuk, minden rendben. Szerintem lehet, hogy elhasználta mindenét, hogy felgyorsulhasson. Ott van a 10-es sebesség. Jön már is a speed bónusz. Böjt miatt, ugye? Ja, gondoltam. Hát ez sok embernek fontos, tudod milyenek. Ott azt fel kell vennünk. Sőt, el is nyomjuk már is. Ez az. Rá kell jönnünk, hogy hol szelték át az egész eget, hogy előrünk elénk jussanak. Az a rész. Begyulladt a lába annak a csokobónak, hát van ilyen. Micsoda bónuszok peregnek. Nem tudom, hogy hol szállt le elém, hogy hogy csinálta azt. Itt levágjuk a kanyart. Gyönyörű. Lehet hátra is nézni. Lehet a nagy bónusz. Itt volt a shortcut? Aha. Akkor lehet, hogy ott akarnak majd valamit kitalálni. Kis szemétládák. De sem az nincs, így kell, hogy tovább menjünk. 59 másodperces kör volt, ez világrekord, aver. Wow! És megy, és nyomatjuk. Az ott már lángol a talpa annak a csokobónak. Meg is fel is veszi, le is nyomja. Ettől van nekem így hüvelygyulladásom, ettől az X nyomástól, meg a ravasz fizikálástól, nem baj. Próbálj kipihenni a következő napokban majd valahogy. Ott volt jobbra, ha jól láttam, ugye? És megy a boost. És egy 58 másodperces felülírása a világrekordnak. 3 perc, 2 másodperc alatt végeztünk. Tomberi derbi a következő. Már csak 4 mérkőzés van hátra. 7 versenyből 6-ot megnyertünk eddig. Ez nem is olyan rossz arány. Nekem bejön ez a csokobó, a gyorsulása megvan. Hát a sebessége nem a legjobb, de a driftingből eredő bónuszokkal azért végig tudjuk sprintelni a pályákat. Ez még mindig csak bronz verseny. Milyen volt az alap? Az volt az Iron szint, vagy... Műanyag 2. Mehetünk.
Teljesen új zenék jönnek, autotune-nal, mindennel. És most... Ó, a francban nem baj, jó ez. Mindenki nagy bónuszokat szerez magának, ott rá, nem mentünk rá, mire rá kellett volna. Emiatt elkezdenek nagyon jönni mögöttünk a fiúk, úgy látom. De most kell akkor a dash képességet betolni, sőt, őrletes, őrletes. Hát átszeltem az egész pályát, jó ide rászivattunk ezzel mindenkire, ez komoly volt. Speedbursting. Hoppá. Egy kis Fall Guys pálya is van. Ez zseniálisan király egy pálya. Nagyon tetszik. Nagyon jó. Le fog záródni? Henre, megértem, hogy bezárul. Túl sokáig volt nyitva előttem. Ez még mindig csak az első kör. Nagyon jó pálya ez. És mehet a bónusz. Speedburst. Gyorsan jöttünk az első helyre, ne rontjuk el azzal, hogy gyorsan megyünk majd ki is innen. Vagy hátrébb legalábbis. Itt lesz a nagy kanyar. És jó helyre kanyarodva ez az, megcsináljuk. Balra megyünk, ott jobbra is lehet látni valamit. Ez volt az? Igen, igen, így kellett rákanyarodni. Akár mehetne az elképesztő bónusz, hát persze. Még egy dash is rámegy. Most a másik ajtó lesz a jó. Ugye nem zárod be, ez az pont jókor. Nagyon jókor használtuk el a speedburst-et vagy sem. És rágyorsítás. Nagyon nagyot megyünk. Zenés iszogatós Fall Guys, kemény, mi? Jó rég volt. Nekem nem hiányzik az alkohol, megmondom őszintén. Most jövünk egy nagy kanyart, utána nagyot mehessünk, így van. Dash az kell, úgyhogy felveszünk egyet. Nagy sebességgel duplázunk, megnyomjuk a speedburst-ot, ezt már nem lehet behozni. Ez már túl durva. Még rányomunk egy dash-t, még felveszünk egy másikat a helyére. Jó, felállunk? Aha. Még itt is nyomunk egyet, de már közben bedőlünk a kanyarban. Hát nagy metál, nagy menő meccsekben vagyunk, nagyon tetszik ez nekem. Nagyon jó ez a pálya. És még az utolsó dash elhasználása. Speed bonus is megérkezik mindjárt, talán, nem, már nem. De hát azért ez egy nagyon szép meccs volt. 1 perc, 57 másodperc és 56 lett a vége. 5 darab megapotit kaptunk, az nagyon-nagyon-nagyon gazdag ajándék. Most már mehet a silver szint. Akkor ezek szint lesz, majd arany is. Hát eddig csak ennyit mutat. Éppen iszed a harmadik sörödet? Na ijjajjaj, és nem szabad azt csinálni, rosszat teszel magadnak. Minek is inni? Mindig is kárba megy. Kihugyozod, kifizetted jó drágán. Mennyibe kerül egy csarangilla lában? Biztos, hogy van vagy 1500 forint. Tuti van vagy 3 izé. Angol GBP. Most, let's go! És már megy, és már szalad a gyorsulás, nem a legjobb, a többiek előre törnek. De ez nem érdekel bennünket, hiszen mi már jobban tudjuk, hogy mi következik ezután. Hát nyilván a győzelem. Speed bonus ott érkezik meg. És itt lesz egy levágás bal oldalról. Nagyon jó lett volna, hogyha be is jön. Egy testképességgel próbáljuk még javítani a helyzetet. Hiába visszajöttünk már is. Nézd! Micsoda odacsapó készülékek vannak jobbra-balra, és a versenyzőink nagyon jól tudták, hogy hogyan kell ezeket elkerülni. Nem semmi. De kicsit rágyorsítunk már is erre a kanyarra, hogy nyomjunk még egy bónuszt, azaz. Ez nem a legjobb ötlet volt, de most már így lesz. És tovább is itt nyomjuk be a nagy speedburst-et. Nézd, hogy ki tudják kerülni a kis rohadékok amúgy. Oda fel kell, hogy menjünk erre. Leelőzzük őket. Az mi volt az az előreugrás? Szerintem annak az lehet annak a csokobónak a képessége, hogy előreugrik, láttad? Itt már azért nagyon szoros a mérkőzés. Hiába itt már benne vagyunk a tutiban. Lenes! Jó volt. Ez nagyon hosszú ez az animációidő, amíg vissza nem raknak a pályára.
a kanyar az még mindig rohadt veszélyes nekem, úgy látom. Úgy megyünk, mint a gép. És most egy nagy kanyar. Őrület. Haver. Nyomnék egy dashből. Na, mindegy, menjen, menjen. Használjuk el a nagy speed burst-ot. Másodikak vagyunk. Van speed burst-ünk egyébként még, dash. Most okosan kell bevenni ezt a kanyart, amitől eddig mind féltünk. Neki ki volt akadva, hogy Moki vajon meg tudja egy csinálni. Hát persze, hogy ő is be van szarva. Hát itt van a kanyar már is. Ez az, és most sikeresen sikerül megcsinálni. Van olyan, hogy sikeresen sikerül? Erre sem tudja, de a lényeg, hogy megvagyunk. Most nézzük meg, hogy miből élünk ennél a kanyarnál, amit már is vágunk lefele. Egy dash képesség is kiszaladhatna. Mi jön? Most jön egy hajtű. Ez volt, amikor az egyenesbe vágtuk le. Így kezdtünk el kanyarodni. Őrület sebességre kapcsolva. Hát mekkora bónusz? Most nyomjuk ki a nagy maxolást, mert itt egy hosszú egyenes szakasz következik. Itt lehet megnyomni azt a csokobó pedált a harmadik körbe, fél, nem, negyed körre hagytunk le mindenkit. Az eleje húzós volt, még a második körben is ott volt azért a probléma, tehát azért ez már... Ez már az, a silver szint. A sliding boxokat ki kell kerülni. Kisboltokban olyan másfél font körül van, egy darab, egyszer veszem 10-18, sokkal kevesebbre kijön, kevesebb, mint egy font, ami 400 font körül van. Akkor tök normál, akkor csak Magyarországon rohadt drága minden. A Behemoth Grand Prix. Grand Prix? Hát menjen. Lehet, hogy ezzel kellene menni esetleg, de az acceleráció ennek meg gyenge. Nem, megőrizzük azt, amivel eddig mentünk. Jó volt ez a beállítás. Az intelligenciája az mondjuk nem tudom, miben segít nekünk. Nagyon beleélem magam, szevasz Rondox. Tűrletesen király versenyek ezek. Miért ti nem éritek be? Csak én vagyok ilyen csicska, hogy itt élvezem? Lehet, hogy mindenki másik a fejét fogja, hogy hallod, ez a barom. Hát ezt többet nem nézem, ezt ki is fogom követni. Mi ez a szar? Hát ezzel ült ide? Annyi háromkor ezzel ült ide, ezt fogja streamelni? Hát kit érdekel ez? Na menjünk, menjünk. És ott is van. És már most megkezdi a elképesztő kitérés ability-t. Jaj, beszarsz. Ez mondjuk nagyon kellemetlen. Itt majd a kormányzásra oda kell figyelni mindenképp. Mehet egy dashing, hogy valahogy visszarázzuk magunkat még a sebességbe. Hát egyesbe van a csokobó. Hát valaki lépjen már oda. Itt is egy dash. Nem dash, drift. Sliding boxes kikerülése következik. És innen, oppá, valakit lenyomott, ha jól hallottam. Na persze. Kisbarátom, oda kellett már figyelni. Nem lehet állandóan nyomni, mint az állat. És most itt hajtűkanyarok, mind, oda néz. Ilyen kemény kanyarodások következnek. Hoppá, barátocskám, ugye? Ott volt egy jobbra levágás. Abba jó lesz ez nekem, csak bírjuk, bírjuk. Intelligenciánk rohadt magas a többi csokobóéhoz képest. Nem tudom, mi a szarra való az intelligencia ezen a pályán, de nyomom. És most! Ez az, barátom, hát csak úgy tüzel. És most egy bónusz. És ott van. És itt vigyázni nagyon, mert ez a kanyar halálos lehet. Így van, elengedtük a gázpedált egy kicsit, de most aztán megnyomtuk rajta egy csokobó lábán. Csak úgy szágúd a föld, vagy fordítva. Na, jól is van. Ez igen, még a végén megnyerjük a Grand Prix-t. Ott lesz, ott lesz. Valaki nagyon mögöttem van, jó a halom viszont. Ez volt a négyzetes, igen, ilyen pixel kanyar, franc ugye. Kinyílsz? Nem, szóljál. És jobbra lehetett volna levágni itt valami nagyot. Ez az. És tovább. Lassan veszi azt a kanyar. És nyomja jobbra. Hát nem mondom, azért hozzásegít engem ehhez, hogy egy csomót Mario Kartoztam. Máskülönben itt szívnánk nagyon, hogy most akkor hogy kell ezt csinálni. Mert a speed burst, mert a minden. Egy kemény kanyar következik. Most viszont máshogy indulunk neki. Bónusszal, sebességbónusz megérkezik, nagyon szép. Coinok száma rendben van, 8-nál járunk már, a sebességünk eleve magas. Most nyomjunk rá egy ilyet, hiszen ellenállunk. Ott
Az vissza is jön, kikerülöd a jobbra, Jézusom, de nagyon necces volt ez. És most megy tovább. Most jön az a kanyar, ami mindig kellemetlen. Tehát ennél jobban ezt nem lehet csinálni. Belezárulj, mert meghűlök. És most próbáljuk ki ezt jobbra. Ez az. Ez az. Azt a mindenit. Hát mi volt ez? Ez hogy sikerülhetett most? Wow. Hát és őrletes volt a kivédése is annak a kettő boxnak. És itt jövünk már a cél felé, úgyhogy nyomjuk a drifting helyett a dashing képességet. 52 másodpercre csökkentettük le ezzel az 56-os körrekordot. Az igen durvi volt, mi? Megkaptuk a Debonair Waste kótot, ami szerintem a csokobóra való felszerelés darab. És itt van a lábra való darab is. Az a végső verseny, ha minden igaz. Azt mondja, hogy 1/3 first time silver race wins for promotion. Tehát ez azt jelenti, hogy itt még mindig benne, tehát hogy van még aranyszint is. Ez a csokobó, ez végigvitt engem, úgyhogy most már hadd szóljon. Készen állunk. Az utolsó mérkőzés, aztán megyünk aludni a francba. Hát túl hosszúak ezek az epizódok ebből a játékból. Nem lehet a csokobó versenyt nem nézni. De mindenki ezért jött ma itt össze. Emberek írtak rám a Facebookon, Muki, hallod? Csokobó verseny, az vágod? Van a játékban? Hát mondom, persze, haver, de nem izgat. Nem baj, jó lesz, menjél, mondták a többiek, én meg mondtam, hogy persze, megyek, hát hogyne. Mindent a nézőkért. Azt vigyétek el, egyétek ki. Ó, jól megkerültem azt is, amit nem... Na, azt is vigyétek. Most minden arról szól, hogy mindent elvisznek. Végső verseny. Full guys. Full gaze. És most egy nagy kanyar. Ez volt a szép. Mert hogy itt nyomom bele a dash képesség. Ne csináld azt, amit csináltál. Ott. Azaz. Oda nézz. Az első helyre érkezünk. És már rákanyarodunk itt az ívekre. Nem tudjuk, hogy ez merre megy, de most már látom. Megtartjuk, és most kanyar, és most bal kanyar. Itt vannak a kicsapók. Ez, ó, az anyád úristen itt, na várja. Ő is neki ment. Nagyon, balra megy! Megváltoztatták a menetirányt ezen a pályán. Ez egy újra hasznosított pálya, de másfelé kell menni rajta. Na nézzük, az első kört nyertük. Hosszú egyenes szakasz következik, nyomhatjuk neki a speed bónuszunkat. Gyönyörű, most én vagyok az, aki felvesz mindent. Ez az. És még mindig megy ez a speed bónusz, nagyot megy a speed bónusz, gyerünk. Most egy bal. Most egy jobb. Ott van egy gyorsító, de azt már nem érem el sajna, nem baj, le van szarva, megyünk tovább. A végső verseny. Csak itt nálunk a twitch.tv.mókáson. Csokobók esnek egymás torkának a háttérben. És most bal. Itt vigyázzunk a kicsapóra. Mi a szar ez. Őrület. Javítottunk is rengeteget az időnkön. 7 másodpercet. Dashből nincs nálunk elég, de speed bónuszunk az már maximális. Erre a kis szarra vigyázni. Sárgát kell szereznem, arra figyeljünk. Ezt korábban is bevehettem volna, de most már így alakult. És most. Most ezt nem misszel, de elmisszeltem. Ott volt egy gyorsító ingyenes. Hol jön már a speed bónusz? Nyomhatnám, de nem nyomom, hát lehagytunk mindenkit. Nem merem, mert félek, hogy még elrontom valahol, tudod? Most megnyomom viszont az őrület sebességet. Szerintem itt lehet lerövidíteni valahol. Ennyi volt a 48.03. Azt a mindenit, 600 másodpercet javítottunk az előző körhöz képest. És mindent megnyertünk. Minden Grade 3 csokobó részt megnyertél. Wow. És akkor ennyi volt 9/9? Valamikor lehet, hogy azt mondják majd, hogy... gyere már vissza, mert hallod, nagyon durva küldted. És hogyha most tradingelnék, akkor megkapnám a Rodeo poncsót. Úristen, very big. Ezek még hogy nincsenek meg ezek a Rodeo kitalációk? A hetet kaptuk csak meg egyedül. Igen, ez tök furi. Majd kell találnunk hozzá kiskomákat, tudod, akiket el kell vezetni. Na, hát megnyertük, srácok, az egész verseny. Mit szóltok ehhez? Hát jött egy GG, köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok. Van itt annyi pontom, hogy megveszem a Chocobo Jockey kártyát a Queen's Bloodba. Megveszem Cloud
számára 10 darab SP-t, oda néz őrületes, és a kitömött csokobó bábú is beugrik még, lehetne elixírt vásárolni, hogyha nagyon szeretnénk, igazság szerint ez a Furry Store nem annyira szar, 6 darabon van most már. Igen, én is nagyon szépen köszönöm, csokorom, viszontlátásra. Ez az. Na, hát micsoda versenyek voltak még a végére. Final Fantasy egyre jobban tetszik. Hát akinek ez eddig nem tetszett, annak én nekem nem sok jó hírem van. Hát akinek ez a játék nem tetszik, az mit akar játszani? Menjen ki tengózzon inkább, hát nem tudok jobbat már. Mert a következő, nem, amúgy nem megy ma már. Ma már nem megyünk tovább, de azt meg akarom majd nézni, hogy mi történik a Skyview Square-en. Tudod, ott még nem volt minden. Vagy legalábbis nem volt előadás, amikor erre jártunk. Az, hogy ilyen mini játékokat beleraktak, meg lemásolták a ebben is egy csomó másik játék megjelenik mini játékok formájában, meg mindenben. Szerintem ez zseni. Ez elképesztően király, hogy ilyeneket csinálnak. Talán nem túl szép dolog így lenyugni az ötleteket, hogy csokobóval driftelsz, mint hogy a gokártoznál Marióval, de engem nem érdekel, mert élvezetes volt, és tök jó rewardokat is kaptunk azért, hogy ezt megcsináltuk. Szóval innen folytatjuk majd a következő epizódban, és nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a végigjátszás eddig. Hogyha szeretnétek majd még ilyen végigjátszásokat nézni tőlem, mindenféle játszit, és szeretnétek támogatni minket ebben, hogy a csatornánk fennmaradhasson, akkor fontoljátok meg a különböző lehetőségeinket, például a Patreonhoz való csatlakozást, amihez a vodok leírásában megtaláltok minden infót, vagy lent a Teach alatt a panelekben. Nagyon szépen köszönöm patronusainknak, hogy vannak nekünk, köszönöm szépen Szilajkának, Barkatának, Old Murkloának, Feketereteknek, Suzinak, John Zutinak, Puki Bubinak, Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacs B-nek, Bekkának, Zsolt B-nek, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Istinek, Zsószinak, Gévincének, Foltinak, Vitamin SC-nek, Grundárnak és Dark Dawnnak, HB2017-nek, Kat81-nek, Darknak, Deftornak, Vegabékának, Dominiknek, Spektrának, Geoporcívónak, Intercizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzónak, Trilobitának, Ször Lófinak, Korinak, Kolkernek, Simongének, Kismarcinak, Irengardnak, Esztibornak, Engábornak, Babhercegnek, Haxorznak, Vordamnak, Sessannak, Nabu95-nek, a titokzatos 48-nak, és köszönöm YouTube-os támogatóinknak is, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Babhercegnek és Búcsernek. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy vagytok nekünk, tényleg nem tudok eléggé hálás lenni, imádlak titeket, meg imádom ezeket az estéket, hogy itt tölthetjük őket együtt, nagyon jól éreztem magam ma is. Frankó volt a játszás. Na, megyünk, megvágom a vodokat, meg levetítem közben a VHS című filmet nektek a Discordon, hogyha szeretnétek ilyen horrort nézni, akkor gyertek. Remélem, hogy mindenki felkészült már, ott találkozunk hamarosan, holnap pedig tovább megyünk az egyik sztorival, amit már megkezdtünk. Lehet, hogy holnap Nintendo napot kellene tartani, mert a Peach-nek a kalandjait is meg kellene néznünk, ugye, hogy hogyan folytatódnak. Hamarosan befejezünk egy-kettő játékot, attól tartok, hogy ezek így egyszerre fognak jönni majd. Na, jó éjszakát és jó pihenést, sziasztok! Ciao.